Pálmával, ides Tova, 8 éve ismerjük egymást az internet segítségével, és van egy nagyon szoros kapocs, közös pont, ami összeköt bennünket, aki nem más, mint egy személy, akit remélem, hogy azért még ma is sokan ismernek. Ő pedig nem más, mint Latinovics Zoltán, akiről én olyan sokat beszéltem már. 10-20-30 órányi felvételt készítettem az ő lelkéről, lényéről, egyéniségéről, művészetéről, életéről. Nem csak ő ihletett meg. Nagyon sok más hazai színművész rendező is, akikkel lehet, hogy én a korábbi életeimben, testet öltéseimben együtt dolgoztam. Feltárjuk azt a titkot, hogy miért és hogyan, beszélünk a színész királyról, arról, hogy milyen korszakok éltek egykor a magyar filmgyártásról, és valamilyen szempontból összehasonlítjuk a mai érával, és talán a celebekkel, akikkel szerintem nem lehet összehasonlítani a korábbi hazai színművészeket, mert annyira más világban élünk ma. Egy kicsit nosztalgiáztunk, én egy picit dühöngtem, de jó volt beszélni a régebbi korokról, Latinovicsról, Rutkai Éváról, Pálos Györgyről, Gábor Miklósról, Gobbi Hildáról, Horváth Teriről, többek közt. Szerintem érdekes lett ez a beszélgetés. Külön nem készültünk rá, készültünk rá az elmúlt 8 év kapcsán, miközben rengeteg könyvet, kiadványt, riportot, interjút, beszélgetést, felvételt gyűjtöttünk, láttunk, vásároltunk. Pálma is nagyon nagy gyűjtő. Kimerem azt jelenteni, hogy szerintem ő talán az egyetlen olyan fiatal hölgy ebben az országban, aki a legtöbbet tudja Latinovics Zoltáról, persze azért magamat is ide sorolom. Ő egy picit fiatalabb nálam, noha ez nem igazán tűnt fel a beszélgetés kapcsán, neki mélyebb a hangja, nagyon felkészült, és ahogyan mondtam, nagyon-nagyon sokat tud a színész királyról. Ő az, aki elkészítette azokat a fotókat Balaton Szemesen többek között, és a Bajor Gizi Színész Múzeumban, amelyeket használtam az előadások kapcsán, bár Szemesen én is többször jártam, tehát évek óta együtt dolgozunk, és remélem, hogy ez így lesz az elkövetkezőkben is. Nagyon sok minden került szóba, nagyon sok mindenről beszéltünk. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit különlegesebb felvétel lett, hiszen jó kérdés, hogy a mai világban például a 40-es korosztály mennyiben, hogyan foglalkozik a hazai korábbi filmgyártással, színművészettel. Nekünk ez az életünk. Én 30 éve kutatom a magyar filmművészetet, Pálma pedig szerintem olyan 15-16 éve. De az biztos, hogy Latinovics lelke nagyon szorosan egybefűzött bennünket, rengetegszer megjelenik számunkra, nekem nagyon sokat diktált. Latinovics kinyilatkoztatta számomra a lelkét, és igazából ez így van már 10 éves korom óta. Most jutottunk el oda, hogy felelevenítettük a korábbi emlékeket, érzéseinket, és azt is megállapítottam, hogy Pálma hogyan nézett ki
az előző életében, és arról is beszéltem, hogy milyen voltam akkor, amikor én egy férfi filmrendező voltam, úgyhogy szerintem érdemes meghallgatni ezt a majdnem 2 órás beszélgetést, és ahogyan mondtam, szerintem fogjuk folytatni, mert még rengeteg minden van bennünk. Hiszen az elmúlt 20-30 év nem tud csak úgy nyomtalanul elmúlni, ahogyan Latinovics lelkesem, sőt én azt érzem, hogy egyre jobban felélénkül feléled, miképpen azon színművészek lelke is, akikről én olyan sokat szoktam mesélni, biztosan azért, mert rokon lelkek, és azért, mert valaha én együtt dolgozhattam velük, ezeket az emlékeket próbálom átadni, csak most méd a testében, ebben a formulában, az éteren keresztül. Ha azt mondom, hogy Latinovics, akkor mi az első szó, gondolat vagy érzés, ami eszedbe jut? Azt mondhatnám, hogy a szín is király, hogy nagyon sokan nevezik őt. Hogy ez a szó jut eszedbe? Igen, ez jut róla eszembe azonnal. Hogy a színész király? Igen. És arra gondoltál már, hogy esetleg másokat is annak lehetne nevezni? Tehát, hogy nem csak ő volt az, aki ezt a címet megérdemelte volna? Igen, másokat is neveznek színész királynak. Például én nagyon szeretek a Farkasréti temetőbe járni. Igen. Már amennyire megtehetem, mert ugye elég messze rakok tőle, de egy évente egyszer el szoktam menni. És ott ugye nagyon sok híres színész sírja található, és több síron is láttam már ezt a feliratot. De nekem akkor is mindig Latinovics jutott eszembe, hiába például Márkus László, Básti Lajos is mondhatnám még pár embert ezen kívül, de mindig, nekem mindig ő az első. Aha. A legjobb, a legnagyobb. Az az érdekes, hogy nekem mindig Páger Antal jut eszembe. Bár én azt mondom, hogy Páger Antal volt a császár. Latinovics színész király volt, de szerintem Páger Antal volt a császár. Te erről mit gondolsz, vagy te mennyire szereted Páger Antalt? Páger Antalnak is láttam nagyon sok filmjét, és őt is kedvelem. Szerintem ő is nagyon nagy tehetségű színész volt a maga korában. Láttam egy beszélgetést vele, akkor már idősebb volt, és képzeld el, hogy azt mondta, hogy ő igazából nem is akart színész lenni. Csak egy olyan szerepet ajánlottak fel neki, egy olyan lehetőséget, ami által ő nagyon jól keresett akkor, és mivel szüksége volt a pénzre, ezért elvállalta, és akkor ugye utána egyre több ilyen felkérést kapott. Ami nagyon érdekes, hogy ezt nagyon sokan mesélték, tehát a nagyon nagy színészek közül nagyon sokan nem akartak igazából színészek lenni, tehát nem így indult a pályájuk, hanem valahogyan így belesodródtak ebbe az egészbe, vagy pedig felkérték őket, felfedezték őket. Szerintem ez érdekes. Akkor ezek szerint neki sincs színész diplomája, ugyanúgy, mint Latinovicsnak? Hát ez most jó kérdés, hogy neki van-e, ezt most meg kellene nézni gyorsan az interneten. Hát szerintem azért neki van. Igen, azt tudom, hogy Latinovicsnak nincs, de azt is tudom, hogy nagyon sok elismert, nagyrangú színművésznek nincs, és nem is volt effektív, ugye, színművészeti végzettsége, de hát úgy tűnik, hogy az ő esetükben erre igazából nem is volt szükség. Mondhatni, ős voltak. Na, pont ezt akartam mondani, igen, hogy ős tehetségek voltak, mint például ugye Sós Imre, aki... Ő fiatalon meghalt, 27 évesen. Igen, igen. Akiről én azt gondolom, hogy szerintem az előző életeiben is nagyon sokszor lehetett színész, és ezért számított ős tehetségnek, és hogy ezért hozta magával ezt a, hát igazából a tudást is, a tehetségét, tehát hogy a korábbi életeiből örökítette át. Én erre tudok tippelni, mivel hogy igen, ez... elképzelhető. Mivel ez nagyon fiatal korában, ugye ez már kiderült, és hát neki aztán lehet, ugye, diplomája annak idején,
De már előtte is nagyon nagy tehetségnek számított, ős tehetségnek. De szerintem Páger is ilyen volt, ugyanakkor Latinovics. Viszont Latinovicsról is azt érzem, hogy az előző életeiben is lehetett színművész, sőt, hát én valamilyen szempontból emlékszem rá. Te hogy találkoztál vele először? Mi volt az első ilyen pillanat vagy momentum, amikor felfedezted fiatalabb korodban? Én igazából nem is filmeken keresztül találkoztam az ő nevével, hanem még egész fiatal koromban, még 20 évesen voltam talán, amikor Tabár Kálmánnak hozhatnám összefüggésbe a dolgot, márpedig úgy, hogy édesanyámat kérdeztem, egyszer csak így belém jött az a gondolat, hogy én hallottam egyszer egy olyan dologról, mivel mindig érdekelt engem az a téma, hogy akik nem természetes úton haltak meg, ők hogyan, igen. Mint, és összekevertem a két nevet, ugye Latabár Latinovics, és aha, kérdeztem aha. Anyukámat, hogy ki is halt meg, kitütöttek el régen, kitütött el a vonat, és akkor mondta anyukám, mondom, Latabár Kálmán, azt mondom, de hogy azt mondja anyukám, nem, Latinovics Zoltán. Uh-huh. Ő is színész volt, ugyanúgy, mint Latabár. Igen. És akkor én elkezdtem érdeklődni a témával kapcsolatban, utána olvastam, utána néztem, interneten keresgéltem, és akkor gondoltam, hogy megnézem egy-két filmét, hogy milyen, ki volt ő, milyen színész volt, miben játszott, és így megtetszett a stílusa, hogy valahogy vonzott. Engem. Uh-huh. Na, tetszettek a filmjei is, az alakításai, utána felfedeztem ugye a versmondásait, szerintem ő mond, és a mai napig sincs olyan színész, senki, aki ilyen szépen mondana verset, mint ahogy ő. Akkor elkezdtem gyűjteni vele kapcsolatban mindenfélét, cikketet, könyveket. Könyveket, hát szerintem az összes róla szóló, vagy általa írt könyv megvan nekem, és még a mai napig találok olyanokat, amik ha nincsenek is, meg azonnal lecsapok rájuk. Uh-huh. Szóval egy egész tekény polc csak ővele van kapcsolatban, úgyhogy... Tehát hány éves voltál, amikor felfedezted? 20? 20 körül, 20-21. 20. Na, én 10 vagy 11 éves lehettem, valahogy így. Ugye ezt a felvételek kapcsán már elmeséltem, hogy hogyan fedeztem fel őt, hogy tulajdonképpen engem szinte megszólított, és hát én is ugye utána elkezdtem kutatni, és én rögtön azt éreztem, mintha ha a részem lenne. Tehát mintha nagyon jól ismerném. Mintha mondjuk vele éltem volna. Mintha lenne hozzá valami közöm. De hát nagyon erősen. Hát képzelhető, hogy volt is korábban kapcsolatod vele. Igen, szerintem is volt. Úgyhogy arról kell beszélni, hogy hány éve voltam én, 10-11 éves, hát elég régen, 30-valahány éve. Tehát igen, nálam igazából ez több mint 30 éve tart, viszont ugye azt beszéltük, hogy nem mindig olyan erősen. Tehát, hogy nem mindig olyan erősen diktál. Ez nálad is így van? Ez nálam is igen, hasonlóan. Uh-huh. Mondom, hogy előjön, foglalkozok vele, beszélszkerüldik a gondolataimba, úgymond, aztán vannak így hetek, hónapok, amikor így kevésbé. Aha, aha. De mindig újra és újra előjön. Hm. Ez nagyon érdekes, főleg azért, mert hogy ennyire kitartó egyrészt szerintem a lelke, az ő lelke, másrészt pedig maga ez a jelenség, hogy egyáltalán ez van. Tehát az a fura... Még sokszor álmodni is álmodtam vele, úgyhogy ez is nagyon érdekes. Uh-huh. Igen, én is. És az az érdekes, hogy én is, például Rutka Évával is. Ugye, mert mondtad, hogy te is. Igen. Aha. Igen. Évekkel ezelőtt volt, amikor így mind a ketten szerepeltek az álmunkban. Uh-huh. Uh-huh. Azóta eltelt egy pár év, és most a napokban ismét. Uh-huh. Az a baj, hogy nem emlékszem rá, de valamit mondott nekem, csak azt jól lenne felidézni, hogy pontosan mit. Uh-huh. Uh-huh. Hát lehet, hogy üzenni akart valamit. Hát valószínű, mert amikor én nagyon sokat foglalkoztam Latinovicssal, és elkészítettem azt a nagyon hosszú felvételt, a 10 órásat, és akkor hetekig, hónapokig csak vele foglalkoztam, és tényleg olyan volt, mintha meg akart volna jelenni. Azt éreztem, hogy mindjárt meg fog jelenni a stúdióban, ahol dolgoztam, és azt mondtam, hogy ha megjelenik, akkor sem fogok meglepődni, mert annyira erősen éreztem a jelenlétét. És akkor,
Akkor megjelent nekem is Rutkai Éva, hát azt mondom, hogy álom formájában, mert aludtam, de mégis olyan volt, mintha élőben megjelent volna, és csak annyit kérdezett tőlem, hogy áruljam el azt, hogy jól van-e a Zoli, mert ugye mi így szoktuk hívni. Igen. És akkor mondtam neki, hogy igen, jól van, láttam őt, egy szobában volt egy szekrény előtt, egy ruhás szekrény előtt, nyitva volt a szekrény ajtaja, és talán valamit vagy pakolt, vagy pont vett ki valamilyen ruhát magának, és tőlem kérdezte azt, hogy jól van-e a Zoli, mert hogy tudta, hogy én most az ő lelkével nagyon sokat foglalkozom, és hogy számomra rengeteg mindent kinyilatkoztat. Tehát lehet, hogy Rutkai lelkének, úgymond Latinovics, már nem nyilatkoztat ki annyi mindent, és hozzánk jött, úgymond? Vagy hozzánk fordult az ő lelke, hogy megkérdezze, hogy mi van vele? Ezt el tudod képzelni? Igen, elképzelni. Én mindent elhiszek, hogy milyen ilyen dolgokkal kapcsolatos. Mert igazából szerintem más magyarázat nem nagyon van. Biztos. Tehát ezek nem ilyen képzelt dolgok. Az is érdekes, hogy miért pont ők jelennek meg, és miért pont minket választottak. Mi hát, a céljuk ezzel? Hát igen, és amit mondtam, ráadásul engem ugye 10-11 évesen választott úgymond ki, és én már akkor tudtam, hogy később majd felvételeket kell róla készítenem. Tehát több mint 30 évvel ezelőtt. És az egyik lemezre, Bakelit lemezre, illetve a borítójára rá is írtam a nevemet, akkor, 30 évvel ezelőtt, és egyfajta esküt tettem arra nézve, hogyha én idősebb leszek és felkészülök, akkor létrehozom ezeket az előadásokat. Tehát én igazából valamilyen szempontból tudatosan készültem erre, de nálam sem jött ez elő mindig olyan erősen. Ami szerintem érdekes, hogy nekem voltak olyan időszakaim, amikor már úgy el is felejtettem, vagy hát úgy nem foglalkoztam vele, azt mondtam, hogy jó van, most már másokkal foglalkozom, de aztán valamiért újra és újra előjött. De ezeket a dolgokat nem én generálom, tehát nem én erőltetem, hogy akkor most jöjjön és diktáljon. Szerintem azért lehetséges ez, mert ugye én nem találkoztam vele személyesen, fizikálisan, te sem. Évvel a halálom után születtem, úgyhogy 10 évvel? Aha. Nem lett volna lehetőségre. Én meg azt hiszem 4-gyel most, hogyha igen, igen. Tehát én nem, tehát az az érdekes, igen, hogy én majdnem közvetlenül a halála után születtem, és nagyon sokszor megfogalmazódott bennem az, hogy nem lehet, hogy az ő lelke valamilyen szempontból átköltözött, úgymond az én testembe, igen. Vagy az... Igen, én is erre gondoltam. Te gondoltál erre? És mi sem véletlenül találkoztunk ugye az éterben. Igen, igen. Nagyon érdekes, tehát én arra gondolok, hogy lehet egyfajta ilyen szellemcsere. Tehát az lehet, hogy az ő szellemisége engem vezet, vagy így körbe fon, és nagyon sokszor azt éreztem, mintha én ő lennék. Persze, hát női testben vagyok, de azt mondtam, hogy a férfi testbe születek, akkor lehet, hogy én ő vagyok, vagy ő lettem volna, vagy bennem született újra. Igen, elképzelhető. Egy része, azt nem mondom, hogy 100%-osan, mert nagyon-nagyon sok hasonló dolgot, pontot fedeztem föl kettőnk között. Rengeteget. Tehát olyan, mintha félig meddig a férfi másik felem lenne, de szerintem valamilyen szempontból neked is, nem? Igen, hasonlóan. Rokon lélek. Biztos, biztos. Igen, értem. Igen, csak azt kellene kiderülni. Mint hogyha régóta ismernél, nekem is olyan érzésem van sokszor. De hát csak vele kapcsolatban érzed ezt. Nem? Csak vele kapcsolatban, másokkal nem. Jó, mondjuk... Nagy furcsa, hogy nálunk a családban senki nem kedvelte úgy igazán. Nem volt téma, nem beszélt róla senki. Nem voltak otthon könyvek, mint ahogy neked voltak, és találkoztál ott a nevével. Aha. Úgyhogy igazából furcsa, hogy találtam rá. Nem lehet az, hogy elkezdett benned is diktálni, és valahogy így tudat alatt arra kért, hogy foglalkozz vele? Biztos, hogy ilyesmi lehet az oka. Na most én arra gondolok egyébként, hogy Tarics Péter is ilyen, mert őt is úgymond megszállta az ő szelleme.
Igen, én úgy olvastam, hogy talán majdnem 30 éven keresztül gyűjtötte róla a különböző dokumentumokat. És az a furcsa, hogy egyszer azt mondta Tarics Péter, hogy ő szerelmes, hát nem a Latinovicsba, hanem a versmondásába. Tehát, hogy valamilyen szempontból, sőt, hát nagyon erősen őt is megihlette, hiába él ugye ő férfi testben, mert az egy dolog, hogy mondjuk én mindig is szerelmes voltam Latinovicsba, és hogyha élne, akkor valószínű, hogy most is az lennék, de hát azért az érdekes, hogy mondjuk egy férfit, vagy más férfiakat is ennyire megérintett, nem? Igen, furcsa. Ezt én nem tudtam, nem hallottam erről, hogy ő ezt nyilatkozta, de érdekes minden esetben. Én valahol hallottam, ezt így ő mondta ki a saját száján, hogy ő a versmondásába, vagy nem is tudom, hogy fejezte ki magát, igen, hogy ő abba szerelmes, és hogy ő is próbálta valamilyen szempontból talán utánozni, vagy elsajátítani azt a fajta versmondást, ahogyan Latinovics tudott verset mondani, miképpen ugye van is egy jellemeze, hogy verset mondok. Igen, ez meg is van nekem. Nekem is, és erre írtam rá a nevem. Bakelit lemez is van, és rendes magnó kazetta, tehát audio kazetta, régi, hát a 90-es évekből. Igen. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő nagyon sok embernek, illetve nem olyan sok embernek, de néhány embernek kinyilatkoztatta, és nyilatkoztatja ki saját magát folyamatosan, már mint a lelke, mert én nagyon érzem a lelkét, tehát valószínű, hogy az ő lelke időn túli, tehát nyilván ott csak a teste hunyt el, hát ezt tudjuk, de a lelke, a szellemisége nem, mivel hogy ő egy nagyon öreg lélek, és én azt gondolom, hogy akik ilyen öreg lelkek, ők megmaradnak és tovább diktálnak. És valószínű, hogy... Igen. Ezt a Közturkáló című könyvében is így fogalmazott. Tényleg? Majd, hát ezt nem tudtam. Öreg gyereknek születtem. Aha. Ilyesmit mondott. Igen. Aha. Érdekes. Ez nagyon érdekes. Na, hát ezért mondom, hogy én egyébként nagyon sokszor ráismertem a... Hát saját magamra az ő gondolatai által. Tehát már mint olyan szempontból, hogy azt éreztem, minthogyha ha egy ugyan azon gondolatok szerint működnénk. És akkor... Nagyon lehetettek így, és velem is. Aha. Nagyon sok hasonlóság van, ahogy olvastam a művét, amit korábban említettem, a Közturkálót, mintha legalább a felét, vagy több mint a felét én írtam volna. Azt a... Nagyon sok mindennel egyetértek, ami abban szerepel. Aha. Hát ez azért érdekes, mert szerintem akkor tényleg lehet az, hogy egy lélek mozgathat több testet, és lehet, hogy a mi lelkünk közös, azt nem mondom, hogy 100%-osan, de ugyanabból a körből származhatunk, ugyanabból a szellemiségből, ugyanaz a szellemiség mozgathat minket, téged is, szerintem Tarics Pétert is, engem, meg hát még jó kérdés, hogy kiket, ugye? Hogy kiknek diktál. Van egy barátnőm. Igen. Aki, hát ő még jóval fiatalabb tőlem is, ő 9 évvel fiatalabb nálam, és... Ő is nagyon szereti, és állandóan vele foglalkozik. Nagyon tehetségesen rajzol, és gyönyörű portrét készített róla, és azt kaptam egyszer a születésnapomra. Azóta is becsben őrzöm. Ő is jár ugye Balatonszemesre, meglátogatja a Zsidiát, a múzeumot, szintén Szemesen. És vele is tartom a kapcsolatot, és szinte mindig szóba kerül. És ugyanúgy gyűjti. Nem olyan szinten, mint ahogy én, de ő is gyűjti róla a különböző dolgokat. Pont azt akartam kérdezni, hogy vajon vannak-e most olyan fiatalok, akik nálunk fiatalabbak, akiket ugyanígy megérinthetett? De akkor ezek szerint van? Vannak, aha. Igen. Aha. Igen, és lehet, hogy lesznek is, sőt, remélem, hogy lesznek. Mondjuk én azt érzem, azt gondolom, hogy nálam ez örökre kitart. Tehát gondolom, hogy még 60 évesen is beszélni fogok róla. Biztos vagyok benne. Bár mondjuk engem Horváth Teri lelke, a színművésznő lelke egy picit jobban megérintett most, tehát ő van nálam most az első helyen,
Azt nem mondom, hogy teljesen lekörözte bennem Latinovicsot, de nagyon sok mindenben előrébb jött. Inkább azt mondom, hogy még közelebb érzem magamhoz, mint Latinovicsot. Érdekes. Viszont az az érdekes... Ő is, hogy miért kezdtél ezzel belefoglalkozni. Horváth Terivel? És megérintett ugyanúgy, mint ahogy Latinovics? Igen. És ugyanúgy kiválasztott, csak most. Tehát tavaly, tehát mondjuk azt, hogy jóval idősebb koromban, amikor megláttam a fotóit, és belenéztem a szemébe, akkor olyan volt, mintha elkezdett volna felém sugalni, kérni arra, hogy foglalkozzak vele, és arra jöttem rá, hogy szintén nagyon sok mindenben hasonlítunk, és ő viszont meg olyan, mintha a női másik felem lenne. Viszont mondok még valamit. Latinovics és Horváth Teri is hasonlítottak. Érdekes. Ebből az aspektusból nem közelítettem meg a dolgot. Na most Horváth Teri szeretett volna egy saját privát színházat létrehozni, egy magánszínházat, és azt mondta, hogy ő Latinovicssal szeretett volna dolgozni, tehát hogy őt hívta volna meg, Dajka Margitot, Bihari Józsefet, és jó kérdés, hogy még kit mondott, de hármójukat biztosan, tehát Latinovicsot felsorolta, vagyis ő is érezte azt, hogy ők is rokon lelkek. Igen, biztos. Én megmondom őszintén, hogy volt olyan érzésem, hogy lehet, hogy Horváth Teri valamilyen szempontból, azt nem mondom, hogy ikerlelke volt a Latinovicsnak, de rokon lelke biztosan. Na most ugye ott volt Rutkai. Nagyon sokan azt mondják, hogy Rutkai volt az igazi másik fele, a női mintája a Latinovicsnak, hogy ők ugye egy álompár voltak. Viszont én azt vettem észre, és hát lehetett is azt tudni, hogy azért ők nem mindig voltak annyira jól meg, ugye? Igen, szakítottak, úgy tudom, többször is. Többször is, igen. Viszont igen, igen, és én azt is észrevettem, vagy én arra is gondoltam, hogy szerintem Rutkai egy kicsit... Hogy mondjam, tehát idős volt Latinovicshoz. Amúgy is... Igen, 4 évvel idősebb volt, igen, alapból is. Alapból is, igen, idősebb volt, de én nem gondolom azt, hogy Rutkai Éva volt 100%-osan a másik fele Latinovicsnak. Én igazából lehet, hogy ezt soha nem gondoltam így. 80%-ban biztos, hogy nagyon jól megvoltak, összeillettek, és... rokon lelkek voltak, de szerintem az igazi másik fele nem Rutkai volt. Igen, nagyon szerették egymást, de nagyon sokszor veszekedtek is. Igen. Hát ezt ők is elmondták, nem? Így van. Meg le is írt a Latinovics sokszor a levélben, tehát én is olvastam a levelezését. Talán a te jó voltadból, amikor lefényképezted ugye ezeket a leveleket, és nagyon sokszor elmondta azt, hogy hú, hát most az Évával megint gondok vannak, sőt, hát ugye neki voltak más kapcsolatai is. 76-ban Csongrádi Katát el is jegyezte olyannyira. Igen. Külön mentek akkor Évától, és pár hónapig akkor együtt voltak Katával, de végül abból nem lett semmi, és visszament Évához. Uh-huh. És amikor a baleset történt, mert én váltig állítom, hogy baleset történt. Ez egyértelmű, szerintem. Szerintem is egyértelmű. Akkor ő egyedül volt, ugye? Tehát akkor nem éltek együtt, vagy ezt rosszul tudom, mert van... már akkor együtt voltak ismét, csak igen. Éva akkor Pesten volt, a igen. Pesti Színházban játszott. Ez ugye pénteki napon történt a baleset, és azt beszélték meg, hogy vasárnap felmegy Éva. És lemegy ő Szemesre Pestről, igen. Akkor együtt töltenek egy napot, és akkor hétfőn pedig mennek a rádió, mert akkor kezdődött volna a kutya, aki Bozziónak hívtak, rádió felvétele. Úgyhogy voltak tervei, már ebből is adódik, hogy nem igen. lehetett öngyilkos. Szerintem sem. Valahol azt olvastam, hogy úgy tüntették föl, hogy akkor Latinovics egyedül volt. Hát lehet, hogy arra utaltak, hogy nem volt ugye házas, vagy hogy nem élt olyan szoros kapcsolatban, nem tudom, de valahol ezt olvastam, hogy ő akkor egyedülálló volt abban az időszakában. De én is úgy tudtam, hogy várta akkor Rutkai Évát, ugye Szemesre, hogy igen, olvastam is erről egy levelet, még szerintem Szemesen, a régi múzeumban olvastam, ugye, mert hát nem tudom, te a régi múzeumban nem voltál, ugye? Ott nem, sajnos. Ami az út szélén. Igen, most ott
ott a polgármesterhivatalban, ha jól tudom, ott volt a múzeum, sajnos csak képeket láttam róla, de abban még nem jártam, mert amikor az átköltözött a mostani helyére, én akkor még nem jártam Szemesre. Én szerintem 2003-ban, vagy 2004-ben voltam ott először. Vagy 2002-ben, valahogy így. Kétszer voltam a múzeumban is, és akkor olvastam egy olyan levelet, ami arról szólt, és hát amit Latinovics írt, hogy hát várta Évát, hogy Rutka Évát, hogy menjen majd hozzá ugye Szemesre, tehát én rögtön arra következtettem, hogy ha most én várok valakit, akkor csak nem leszek már öngyilkos, nem? Á, nem, tehát szerintem ez annyira, tehát én nem is értem azt, hogy sokan miért gondolják azt, tehát hogyha valaki egy kicsit is ismert a Latinovicsot, vagy ismert a terveit, vagy hogy ő milyen volt igazából, szerintem ő nem gondolja azt, hogy ő öngyilkos lett. Tehát én nem hiszem azt, pláne így, nem? Gondolom, az idegrendszeri problémái miatt következtetnek erre. Hát tudom. Talán amiatt lehetett, de én nem gondolnám. Voltak tervei, hát most nemrég, már egy éve voltam egy kiállításon, a Bajor Gyuri Színész Múzeumban, több hónapig volt látható. Igen. A kiállítás. És a többek között csupa olyan tárgylevél volt, amit még eddig sehol sem volt látható. És ott láttam a naptárát, az eredeti naptárát, a 76. Ja, azt le is fényképeztem. Igen, le is fényképeztem. És ugye az is tele volt írva a következő hétre. Nagyon sok minden tervezett, és nem gondolnám, hogy most így hirtelen gondolok egyet, aztán öngyilkos leszek. Hát pláne úgy, amit ugye leírtak. Tehát szerintem az túl ilyen banális lenne, vagy nem tudom. Tehát nem tudom összepárosítani az ő talentumával, és ahogyan gondolkodott, és amilyen nagy léptékű volt, hogy fogja magát, és akkor ilyen, bocsánat, ilyen piti módon, hogy odaáll a vonat elé, és akkor feltárja a kezét, hogy jaj Istenem, hát ez kicsit olyan, mintha nem is tudom, tehát ilyen mesébe illő változat, de igazából ezt szerintem most ne is boncolgassuk, mert nem erről akarok beszélni. De én azt gondolom, hogy Tarics Péternek azért kellett megírni azt a könyvet, mert Latinovics mindenképpen ki akarta azt nyilatkoztatni, hogy hogyan történt ez az eset. És én azt tudom, hogy amikor én főiskolás voltam, akkor én azt terveztem, hogy a diploma munkámat pontosan ebből fogom írni. Vagyis abból, hogy hogyan halt meg Latinovics is. De akkor még Taricsnak nem volt meg ez a könyve, mert én... Nyilván, ez egy pár évvel ezelőtt jött ki. Hát ez az, és én 2004-ben diplomáztam, de ugye már előtte le kellett adni azt, sőt, hát már szerintem egy évvel előtte el kellett kezdeni azon gondolkodni, hogy miből írunk ugye szakdolgozatot. Tehát én 2002-2003 körül, vagy maximum 2004-ben gondoltam arra, hogy elmegyek Szemesre, készítek interjúkat, megkérdezem a még élőket, felkeresem a rokonokat. Tehát végül is ugyanazt találtam ki, amit később Tarics, csak én ezt nem mertem megcsinálni. Na most, mivel én ezt nem mertem megcsinálni, és végül nem ebből írtam diplomamunkát, arra gondolok, hogy mivel ezek az információk benne maradtak, úgymond Latinovics lelkében, ezért valakinek kinyilatkoztatta, tehát mindenképpen meg kellett születnie ennek a könyvnek, csak ugye nem rajtam keresztül, mert én ezt nem vállaltam el, hanem megcsinálta a Tarics Péter. Erre nem gondolsz esetleg, hogy ez... Igen, ez érdekes. Ugye? Ezzel üzent mindenkinek, hogy fejezzék már be a mindenféle találgatásokat, én is erre gondolok. Aha. És a száz oldalon keresztül le van vezetve, hogy miért nem baleset, és miért nem öngyilkosság, miért nem gyilkosság, az egyértelmű, hogy nem lehetett, hanem egyértelmű, hogy baleset, és be van bizonyítva tételesen. Igen, tudom. A napjának szinte minden persze le van írva. Igen, igen. Igen. De mondom, én arra gondoltam, hogy mivel én nem tudtam ezt megírni, bár nagyon bennem volt, és nagyon erősen diktált akkor is bennem ő, a lelke,
Tehát, hogy valakinek ezt meg kellett írnia, csak én nem mertem ezt elvállalni, mert tudtam, hogy ez túl nagy falat, és nem akartam, hogy esetleg ebből valami gondom származzon később. És akkor én ezt letettem, és a magyar filmművészetről és a mozik sorsáról írtam egy dolgozatot. Aztán ugye 3 évvel ezelőtt újra elkezdett bennem diktálni, és akkor egy héten keresztül folyamatosan beszéltem. Minden nap. Reggeltől estig róla. Ez nagyon durva volt. Tehát, és nem is tudtam ezt az egészet letenni. Mint hogyha belém költözött volna, nem tudom ezt, hogy mondjam. Akkor készítetted ezt a hosszú videót? Igen, szerintem 2020-ban. És akkor is beszéltem ugye erről az esetről, és elmondtam azt, hogy szerintem sem lett öngyilkos, de annyira nem fejtettem ki részletesen, de utána rengeteg plusz felvétel született, tehát arról kell beszélni, hogy 20 órányi, 30 órányi felvételem biztos, hogy van csak róla. Igen. De úgy, hogy soha nem használtam írott szöveget, mindig fejből beszéltem, és tulajdonképpen olyan érzések alapján, amik valós időben fogalmazottak meg, amiket ő adott át nekem. Az ő lelke. Tehát ő tulajdonképpen rajtam keresztül beszélt. Mert valakin keresztül beszélnie kell, hiszen nekünk ugye van még ugye testünk, formánk, mi tudunk beszélni, neki nincs, de hát ahogy mondtam, a lelke diktál, és igen, és ezért is adtam azt a címet a felvételnek, hogy a diktáló lélek. Egyébként szerintem ez hátborzongató, tehát... Igen, az nagyon érdekes. Nagyon érdekes, és én is sokszor gondolkodtam már azon, hogy miért pont én vagy mi. Na most én arra a következtetésre is jutottam, hogy állítólag én nagyon sokszor voltam színésznő az előző életeimben. Nagyon ismert voltam. Nagyon sokan rajongtak értem. Lehet, hogy én Latinovicsal is játszhattam együtt annak idején, valamikor. Biztos. És lehet, hogy együtt is éltünk. Tehát nekem mindig is ez volt az érzésem. Hogy konkrétan lehet, hogy ő a férjem volt valamikor, vagy az élettársam, a részem, a férfi megfelelőm, de én ezt már 10-valány évesen is így éreztem, a 90-es években. Ahogy megláttam ezt a nevet, hogy Latinovics, csak ennyit láttam, semmi más nem láttam róla, még egy fotót sem, már akkor tudtam azt, hogy vele kell majd foglalkoznom, hogy ő lesz a legfontosabb, hogy kutatni kell róla, és azt is tudtam, hogy később felvételeket is fogok róla készíteni. Mert pedig nem éppen egy gyerekeknek való téma. Hát persze, 10-valahány éves voltam. És én 15 évesen már az ő filmjeit néztem. Kerestem, kutattam, amikor az osztálytársaim, sőt már 14 évesen, nem 15, 14. Az osztálytársaim meg mondjuk az amerikai filmeket majmolták, hát abban az időben meg aztán pláne. De nem igazán volt olyan, aki vele foglalkozott volna akkor. Nem, én sem nagyon ismerek a mai napig sem a környezetemben olyan embereket, akik egyáltalán ismerték, mert nagyon sokan már azt sem tudják, hogy ki az. Nem is hallottak róla, nem találkoztak a nevével. Uh-huh. Nem látták a filmjeit. Egyet se? Nem. Sajnos. És hogyha mondjuk megkérdeznéd tőlük, mondjuk az ügyfelektől, vagy bárkitől az utcán, hogy ki a színész király, vagy kit neveztek annak, akkor szerinted tudnák, hogy ki az? Az idősebbek legfeljebb, az 50-60 felettiek talán. Aha. Fiatalabbak biztos, hogy nem, már nem foglalkoznak a régi nagy színészekkel. Hát igen, én is ezt tapasztalom sajnos, pedig lehet, hogy kellene, mert hát... Mindenképpen. Én is ezért küzdök. De hát... Csak meg akit elfelejtenek, és őt szerintem soha nem fogják elfelejteni. Mindig lesznek olyan emberek, akik emlékeznek majd rá. Mármint Latinovicsra? Igen, rá gondolok. Aha. Vagy bárkivel, akárkit is mondhatnánk, akik ilyen régebbi nagy híres színészek voltak, mert szerintem mostanában nem igazán születnek ilyen tehetségek. Csak nagy megbántsunk valakit. És te egyébként nem látsz egyetlen egy olyan mai színművészt, akire azt mondanád, hogy mondjuk olyan kaliberű, mint Latinovics például? Vagy az a helyzet, hogy mostanában magyar filmeket én nem igazán szoktam nézni.
a 80-as években, 80-as évekbeli filmekben voltak olyan színészek még, akik úgy hasonlítottak valamelyest a régi híres nagy színészekre, de a mostani filmekben, ha meg is tekintek egyet-kettőt, én nem látok hasonlóságot. Jó, hát azt kell mondani, hogy én sem. Tehát én sem nagyon tudok olyat mondani, maximum egy-két emberkét, de ők idősebbek, vagy ha igen, akkor olyanokat, akik eme korból származnak, és még élnek, tehát minimum 80 évesek. Így van, csak sajnos már nagyon sokan. Már nincsenek, igen. Nincsenek, igen. Igen, tehát igen, én is azt látom sajnos, hogy a mai fiatalok között nem igazán vannak ilyenek. Én nagyon őszinte leszek, nem tudok egy olyan nevet sem mondani, aki annyira vonzana, vagy megérintene, vagy aki előtt leborulnék a tehetség előtt és minden előtt, viszont a régiek közül meg majdnem mindenki előtt leborulnék. Én is így. Ugye? Hasonlóképpen. Uh-huh. Ez érdekes egyébként. Én sokat gondolkodom azon, hogy miért lehet az, hogy régen nagyon-nagyon sok őstehetség volt, ma meg szinte, hát azt nem mondom, hogy nincsenek, de alig. Biztos vannak persze, de nem. Vagy nem lehet az, hogy nem fedezik fel őket? Mert lehet, hogy lennének, csak valahogy nem kerülnek elő. Nem tudom. Uh-huh. Mert azért régen szerintem sokkal több lehetőség volt. Ugye nagyon sok mentor volt. Ma szerintem nincsenek is mentorok. Hát a celebekről, bocsánat, ne beszéljünk, mert én őket nem tart. Hagyjuk is. Hagyjuk is a mai celebeket, mert bocsánat, de... Na mindegy, majdnem mondtam valami csúnyát, hogy milyen érzésem van tőlük, de ezt inkább nem mondom ki, mert akkor nagyon belemennék ebbe. Tehát régen nagyon-nagyon sok mentor volt. Például különböző színházigazgatók. Ott volt Gobbi Hilda, aki ugye alapítványokat hozott létre, és próbálta a fiatalokat fölkarolni. Ott voltak a népi kollégisták, tehát közülük nagyon-nagyon sok tehetséges színész-rendező vált ki. Ma ugye ilyen lehetőségek szerintem nem nagyon vannak, másrészt pedig nagyon sok fiatal tanítottak ingyen. Nagy színészek. Én úgy tudom, hogy Bajor Gizi is vállalt ilyen feladatokat annak idején. Én nem tudom, de Bajor Giziről az jutott eszembe rögtön, hogy ő fedezte fel annak idején Latinovicsot. Ja, persze. Hát igaz. Középiskolai darabban. Igen, nem, igen. És a Latinovics osztálytársának, a Vajda Miklósnak, ő volt a keresztanyja. Aha. Megláttam a darabban, pedig egy egészen kis nyúlfarki szerepet voltál, egy tavas vagy egy mondatos. Hát és abban és mit fedezett föl benne, vagy hogyan? Ezt nem értem. Nem tudom, és előadás után lement hozzá, igen. És azt javasolta neki, hogy maga menjen színész. Igen, ezt tudom. És állítólag még akkor is bakizott. Tehát, hogy hiába, ugye? De mégis. Mi, hát... Nagyon értették, hogy mit mond, és ennek ellenére valamit mégiscsak látott benne. Uh-huh. Hát valószínű, hogy a karakterét, vagy a lelkét, vagy lényét, vagy mit láthatott meg benne? Vagy, érdekesen, én is elgondolkodtam már. Vagy lehet, hogy érzékelhette a jövőt? Mert vannak olyanok, akik így érzékelik a jövőt, és tudják azt, hogy mondjuk ebből a fiatalból mi lesz később. Az az érdekes... Még a pályája elején is, a korai filmjeiben is teljesen másképp beszélt, mint a későbbiekben. Aha. Igen, tudom. Tudom. Ezt én is észrevettem. Igen. Igen. Tehát régen lehet, hogy jobban felismerték a tehetségeket. Ott volt Makai Margit. Tudom, hogy ő is segítette a fiatalokat. Aztán Szendrő József, ugye, aki színházigazgató volt. Igen. Például ugye Hoffit ő fedezte föl, illetve Latinovicsot is, vagyis hát neki is segített. Igen, ő volt az első igazgatója a Debreceni Színházban. Igen, és ő adott neki szerződést, nem Latinovicsnak? Igen. Igen, igen. 57-ben, ha jól emlékszem. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tehát azért mondom, hogy annak idején szerintem sokkal több olyan mester volt, és szó szerint kell érteni azt, hogy mester, akik, hát egyrészt nem voltak irigyek a fiatalokra, mint ahogyan ma, és
Nagyon sok tehetséges alkotót segítettek, és nagyon-nagyon sokszor ingyen. Tehát én erről nagyon sokszor hallottam különböző portrék, beszélgetések kapcsán, hogy ingyen járhattak hozzájuk a fiatalok, akár beszéd technikai órákra, vagy énekórákra, vagy ilyen színészmesterségbeli órákra, és akkor akár a lakásra. És tanulhattak Én is tőlük. hallottam. Na most szerinted ma van ilyen, hogy mondjuk én valakinek a lakására eljárnék, és tanulhatnék ingyen? Biztos, hogy nem, a teljesen más világban már azóta. Hát ez az. És de akkor... a lakásról jut eszembe, hogy ugye Latinovics a 9. kerület Mester utca egy szám alatt lakott, fiatalabb éveiben, és ott lakott egy Galamb Sándor nevezetű férfi, aki színészmesterségre tanította, úgyhogy ott volt helyben. Abban a háztömbben lakott ő is, úgyhogy ő nála tanult kezdetekkor. És most az jutott eszembe, bár lehet, hogy ezt még soha nem tettem fel ezt a kérdést, hogy ő végül is miért nem végezte el a színművészetét? Na, ez jó kérdés. Ugye? Talán azért, mert ugye elvégezte az építészmérnökét. Hát igen, de hát az más. Utána rögtön ment is segédszínésznek Debrecenbe. De hát attól még mondjuk mellett elvégezhette volna, nem? Vagy... Mert, igen. És soha nem kérték tőle, hogy legyen diplomája? Ezek szerint nem kellett. De erről nem nagyon beszélt, nem? Nem tudok. Nem is olvastam erről igazán olyan sok mindent. Én sem. Tehát most jutott eszembe ez, hogy nem is olvastam erről, tehát nem írta le azt sehol, hogy mondjuk tőle követelték volna a diplomáját. Nem. Hát volt sok színházban megfordult. Hát igen. De sehol sem. Nem. Gondolom azért, mert ugye egyre ismertebb lett. Egyre tehetségesebb. Erre gondolok. Érdekes. Jó kérdés, hogy mondjuk azok a színészek, akik akkor elvégezték az akadémiát, mert ugye akkor még akadémiának hívták a színművészetét, hogy mondjuk hogyan tekintettek rá, például rá, hogy nem volt diplomája, vagy hogy ez egyáltalán nem számított mondjuk a színészek között sem, tehát hogy nem tettek különbséget, vagy nem mondták azt, hogy hát neked nincs diplomád, akkor nem biztos, hogy te olyan jó színész leszel. Hogy akkor még nem volt ez a nagy probléma. Manapság biztos, hogy lenéznék úgymond azokat a társaikat, a színészek, akik nem rendelkeznek diplomával, de szerintem igen, ebből nem volt probléma. Aha. Szerintem egyenrangúnak tekintették őket. Na, hát igen, lehet, igen. Igen, akkor valószínű, hogy nem, mert eleve sokkal kevesebb diplomás ember volt abban az időben, mint ma, nem? Persze. Tehát akkor például tudom, hogy egy érettségi nagyon nagy szónak számított. Pontosan, így van. A mai világban meg igazából... Ez már alap. Igen, sőt, hogyha azt mondod, hogy főiskolád van, akkor azt mondják, hogy ugyan, mit érsz én vele, csak meg... Egy. Semmit. Van. Hát igen, meg hogy nem ér a semmit. Hát én sokszor megkaptam, és akkor ilyenkor azt szoktam mondani, hogy oké, járjál végig 3-4 évet úgy, hogy mellette 10-12 órát dolgozol, egyedül fizeted a több százezres tandíjaidat, csináld meg, vizsgázzál fél évente 15 tantárgyból, úgyhogy meg kell tanulnod 50 könyvet kívülről, aztán majd megnézzük, hogy mennyit ér ez a diploma, és hogy ki hogyan tudja megcsinálni. Szóval én ezt sokszor megkaptam, hogy ó, ugyan már főiskola manapság nem számít, vagy az egyetemi végzettség, nem érdekes. Az a lényeg, ugye, hogy az ember jó sokat tudjon harácsolni, azokat az embereket ismerik el. Hát mondjuk ez szégyen szerintem. Hát de a mai cseletek között sem tudok sok emberről, aki meg diplomája lenne. Hát szerintem még... Hát hogy már manapság nem kell semmit tenni az asztalra, és ötlet tárá válik az ember. Igen, azért meg kellett küzdeni. Sajnos. Hát szerintem még érettségiük sincsen nagyon. Hát igen, és hát az értelmi színvonalon azért az eléggé látszik, de hát én mondjuk 10 éve nem nézek tévét, nem is foglalkozom velük, hát sajnálom azt, hogy a média ennyire felhigult, és hogy ennyire koszossá vált, mert bocsánat, hogy így fogalmazok, meg erkölcstelenné, én ezért foglalkozom inkább ugye a régi színművészekkel, filmművészekkel, én nem is figyelem már azt, hogy mi megy a
Régen azért voltak színházi közvetítések, versek, Hát ez teljesen más. ma már nincsenek. Elvétve sem találni ilyesmit, és nagyon kár, mert nagyon hiányzik, legalábbis nekem, vagy biztos rajtam kívül is vannak még, akik Biztos. szívesen néznének ilyen műsorokat, de hát nem. Nem Hát. nagyon látni, sajnos. Hát nem, és lehet, hogy már nagyon nem is lesz. Tehát nem e felé megyünk, azt gondolom. És visszatérve a színházra, hogy én azt is sajnálom, hogy ugye a Latinovics színházi szerepeiből nagyon kevés maradt fent. Igen. Letörölték, vagy fel sem tették, nem rögzítették, eltűnt, stb. Ezt nagyon sajnálom. Viszont hangfelvételekből, vagy ilyen rádiós felvételekből, vagy közvetítésekből én elég sokat találok mostanában. Tehát valahonnan ezeket szedik elő. Jó kérdés, hogy honnan? Igen, például a Fészek klubban utolsó fellépése is fent Igen, maradt igen. interneten. Megtalálható, és most napokban akartam pontosan meghallgatni. Ezek nagy kincsek, én úgy gondolom. És mit gondolsz arról, hogy mondjuk mi lett volna vele, akkor, ha megéli mondjuk az 50., 60., 70. vagy akár 80. szülinapját, mert azért az még nagyon sok idő lett volna pluszban. Hát igazából fele annyi életet élt, mint amennyit élhetett volna. Nem tudom, hogy hogy bírta volna ki ezt a mai világot. Hát valószínűleg... Kiment volna külföldre, nem? Még az is megfordult a fejembe, hogy itt hagyta volna az országot. Hát valószínű, de szerinted rendező lett volna? Világhírű rendező? Elképzelhető, mert voltak ilyen rendezői tervei is. És filmeket is akart ő rendezni? Vagy csak színházi darabok? Tudom, hogy színházban színházi rendező mindenképpen lett volna, de lehet, hogy filmeket is. És szerintem jó rendező lett volna, mint ahogy az is volt, hogy a két Igen. Két rendezése volt Veszprémben. Igen. És arról mai napig beszélnek. Pont most olvastam egy ezzel kapcsolatos könyvet. Aha. A Veszprémi közcurkáló az a címe, ezt nemrég szereztem meg, és mai napig visszaemlékeznek arra, hogy akkor 72-73 környékén Igen. milyen Aha. milyen nagy rendező volt, és még lehetett volna. Egyébként én azt gondolom, hogy az ő karakteréhez, vagy jelleméhez a rendezői munka még jobban állt volna, mint a színészi. Tehát, hogy még magasabb szintre emelhette volna a tudását, a tehetségét, ezáltal hát ha tovább él. Nem is akart már színész lenni. Nem. Ja. 75-76 környékén ezt meg is fogalmazta, hogy inkább a rendezés érdekli is a rádió, és saját színházat is akart, ha jól tudom. Úgyhogy Igen. Azt én is lehetett volna még tudom. Sok minden. Alkothatott volna még sok mindent. Hát rengeteg mindent, és szerintem még írt volna legalább 5-6 könyvet. Biztos. És neki kiállításai voltak akkor, amikor ő élt. Tehát az életében voltak kiállításai, mert ő nagyon jól rajzolt, és nagyon jól festett. Tehát elképesztő. Igen, én nem hiszem, hogy akkor volt. A halál után már több helyen is, több alkalommal. Aha. De életében nem tudok róla, hogy lett volna. Pedig hát... És a képei ugye az otthonában voltak, vagy a Szemesi nyaralóban, és azok is most megjelentek, vagy különböző kiállításon lehet látni őket, hát tényleg nagyon nagy tehetség volt ebben is. Igen. Igen. És egyébként az írásban is én olvastam a fiatalkori leveleit, amikor még csak 10 éves volt, vagy 20 éves. Úgy fogalmazott 10 és 20 évesen, mintha egy 30-40-50 éves ember gondolatait olvastam volna. Igen. És megdöbbentem, mert ugye mindig a levelek végére írta a dátumot. A dátumot, igen. És amikor elolvastam a levelet, és láttam, hogy ez egy ilyen korai dátum, kiszámoltam, hogy hány éves, mondom, azt a mindenét. Hát ha valaki így tudott fogalmazni, mondjuk 18 évesen, hát elképesztő, hogy tényleg mennyire öreg lélek volt. Nagyon sok mindenhez értett, és mindenben, amit csinált, azt jól csinálta. Igen, nagyon-nagyon öreg lélek volt. Igen.
Nagyon öreg lélek volt, szerintem ezért sem tudott mit kezdeni ugye a mai, hát nem a mai világgal, hanem azzal a világgal, amiben ő él, de a maival pláne nem tudna. Hát én mondjuk sajnálom, hogy nem él tovább, mert még mi is találkozhattunk volna vele. Igen, én biztos felkerestem volna. Hát most lenne 92, ugye? 92, igen. 2. 31-ben született. Igen, igen. 90. Most lesz nem sokára, ki szeptember 9-én. Igen. Lesz a 92. születésnapja. Igen. De szerintem neki körülbelül olyan 80 éves koráig kellett volna élni, és tudod, hogy miért következtetek erre? Vagy miből még? A lelkéből is ezt érzem, ugyanakkor én láttam a tenyerét fotók által, és nagyon hosszú az életvonala. Ami szerintem nagyon érdekes, tehát ezért nem értettem, hogy mi történhetett, mert nagyon hosszú az életvonala, és az ő szellemisége szerint, vagy a bölcsessége miatt szerintem neki nagyon sokáig kellett volna élnie, a 70. életévét minimum meg kellett volna élnie. Lehet, hogy 70 éves koráig úgy még bírta volna magát, aztán lehet, hogy még 80 éves koráig élt volna, talán azt az utolsó 10 évet már nagyon nehezen bírta volna ki. Végig aktív lett volna szerintem haláláig. Szerintem is. Tehát 70 éves koráig ő nyugodtan alkothatott volna. Bőven, nem? Persze, és én gondolom, hogy egy jó tanár lett volna, úgymond. Aha. Fiatalokat. Biztos, hogy hát, sok mindent átadhatott volna abból, amit ő tudott. Ha lett volna hozzá türelme. Igen, igen. Tehát akkor még plusz 25 évig alkothatott volna, nem? Igen. Tehát ő 44-45 volt, ugye? Nem egészen 45. Igen, amikor meghalt. De az az érdekes, hogy én mindig is azt éreztem, hogy ő mégsem halt meg. Tehát én számomra ő soha nem halt meg, ő mindig van, csak maximum nem érem el alakilag, nem jelenik meg testileg, de lelkileg. Fizikálisan nem, de a lelke örökké élni fog szerintem is. Igen, és mondjuk szerintem az is jó kérdés, hogy mondjuk valaha visszaszületik-e testbe. Igen, felképzelhető, hogy már megtörtént. Hát, szerintem nem. Ez is felmerült bennem, hogy... Igen, nem tudom. Szerintem nem. Én nem érzem, de lehet, nem tudom. De akkor szerintem föl lehetne ismerni. Akkor megint színész lenne, viszont akkor azt az illetőt fölismernénk, mert akkor az nagyon-nagyon nagy tehetségű valaki lenne. Hát lehet, hogy most lenne olyan 10-20 éves. Igen. De ahogyan mondtuk, nem nagyon vannak ilyen nagy kaliberű lények ma, nem? Elképzelhető, hogy majd a későbbiekben fog egyszer. Hát nem tudom. Játszületni, nem tudom. Én se tudom. De hát mindegy. Az a lényeg, hogy lehet érezni a lelkét, és hogy kiválasztott, és hogy mi is ugye nagyon sok közös pontot találtunk. Felírtam még azt, hogy irítség. Tehát, hogy lehet, hogy arról kellene beszélni, mert szerintem az ő életében is nagyon előtérbe került az irítség, nagyon sokszor. Erről ő beszélt, hogy nagyon sokan voltak rá irigyek. Szerintem főleg azért is, mert hogy ő egy nagyon szép, dekoratív férfi volt. Nem mellesleg ugye nagyon tehetséges. Még férfiak is nyilatkoztak róla így, hogy ő egy nagyon férfi szépségnek. Aha. Nevezték, igen, és valóban. De ugyanakkor Gábor Miklósról is ezt mondták. Igen. Érdekes, hogy pont Rutka Éva előző férje volt Gábor Miklós, és aztán meg a... Hát igen, én azt igen, azt szoktam mondani, hogy azért Rutka Éva tudott válogatni, tudott élni, mert a két legnagyobb kaliberű lényt, férfit, színészt hódította meg, vagy nem is tudom, hogy most ezt hogy mondjam, hogy fogalmazzak. Hát mindkettő, igen, hát az élettársa volt, ugye Gábor Miklós a házastársa, de az érdekes, hogy Latinovicsal nem házasodott össze. Nem. Ja, igen. A gyerekük sem született. Nem. De hát ugye én tudjuk, tudom, hogy ő szeretett volna. Igen, ezt mondta. Az összes szerepemet odaadnám ki.
Igen. kisgyermekért ezt írta valahol. De hát tudjuk azt, hogy akkor Utkai Éva már egy kicsit, azt nem mondom, hogy idős volt, de már egy picit idősebb volt, ugye, így is, meg úgy is, és hogy ezért, végül is ezért nem lett, vagy ezt lehet Hiszen már tudni? neki volt egy gyermeke, és lehet, hogy többet nem akart. Azért megnéztem volna, hogy milyen lett volna egy Latinovics fiú. Hát azért, most gondold el, hogy mondjuk, ha egy fia született volna, és mondjuk követte volna a példáját, hogy mondjuk Latinovics fia mekkora sztár lehetett volna, bár egyáltalán nem biztos, mert ugye Gábor Miklós és Rutka Éva lánya sem lett, ugye színésznő, pedig Így van. lehetett volna, nem? Persze. De úgy tudom, hogy egy filmben szerepelt, Aha. vagy talán a Szimbád volt ez a film, ahol Igen. szerették volna, hogy szerepeljen, felvettek vele egy próbafelvételt, ami nem úgy sikerült, ahogy azt elképzelték, és akkor le is mondott róla, hogy valaha színész lesz. Pedig nagyon hasonlított szerintem Évára. Illetve hát még most is, mert tudjuk, hogy ő még él. Igen. Erről jutott eszembe, ahogy ugye volt egy Rutka Éva emlékszoba. Igen. 69-től talán 2002-3-ban zárt be. Mert nem volt pénz finanszírozni, fenntartani, sajnos én oda nem jutottam el. Pedig azt szívesen megnéztem volna. Hát azért mondjuk ez elég szomorú, hogy egy ilyen helyet nem tudnak fönntartani, Igen. tehát... És ugye a lánya, Gábor Júlia és az ő férje Szigeti Gábor Igen. voltak, akik a Alapít... látogatókat ott körbevezették, Aha. különböző történeteket meséltek Aha. róluk. Aha. Úgyhogy azt megnéztem volna, azt sajnálom, hogy annak vége lett. Hát ott még filmet is lehetett volna forgatni velük. Biztos, És akkor persze. mi lett az erekjékkel? Azokat elvitték, vagy hazavitték, vagy máshova Nem tudom, hát kerültek? a nyaraló volt a Budai hegyekben ez a helyszín, ahol volt ez az emlékszoba. Nem tudom, hogy azzal mi lesz, hogy azt eladták-e, vagy ott vannak még mindig azok a tárgyak, csak nem lehet már látogatni. Nem tudom, mi lett a sorsuk. Most az jutott eszembe, hogy ugye Gobbi Hilda is ilyen nagy gyűjtő volt, és ő is nagyon szerette az erekjéket. Igen, a Bajor Vizi Színész Múzeumban is Igen. láthatóak ezek. Igen. Pont tegnap este néztem meg vele egy beszélgetést, igaz, hogy már harmadjára vagy negyedjére, meg a Ferrari Violettával, és utána aludtam el, mert mindig ilyen portrékkal nyugtatgatom magam, mert ahogyan mondtam, én nagyon nem szerettem ugye a mai celebeket, sőt, és na mindegy, úgyhogy ha kell, akkor inkább negyedjére, ötödjére is megnézem ezeket a beszélgetéseket, csak hogy őket lássam, őket halljam. És akkor Gobbi Hilda mutogatta, hogy milyen erekjéi voltak, meg miket szedegetett össze. Jó pofa nő volt egyébként ő szerintem. Tehát kár, hogy mondjuk vele nem tudtunk találkozni, mert szerintem ő is nagyon sok mindent adhatott volna át, nem? Igen, biztos Meg vagyok hát benne. igazából talán mindenki. Én azt gondolom, nagyon sok olyan színész volt annak idején, akikkel jó lett volna leülni beszélgetni. Igen, és sajnos abból a korosztályból már nagyon kevesen élnek. Nagyon kevesen, igen. Hát, igen. Jó kérdés, hogy még hány olyan embert lehetne megtalálni, akik mondjuk abban a korban éltek, és még tudnának mesélni. Igen. Vannak még szerintem, úgyhogy nekem is az a tervem, hogy felkeresem őket, de hát tudjuk, hogy ez egy, hát ugye, technikailag és anyagilag nem egy könnyű Nem, nem feladat. kivitelezhető. Igen, de hát reméljük, hogy majd egyszer lesz erre lehetőség. Aztán, ha nem így mesélnek, akkor majd rajtunk keresztül, úgyhogy közvetítenek, nem? Persze. Mert ugye nekem Igen. nem csak Latinovics közvetít, vagy nem csak ő sugal, hanem ugye Horváth Teri is nagyon erősen, ő még talán erősebben. Aztán a... Stálos Györgyöt említette Igen, most őt akartam korábban. mondani, hogy Pálos György is, igen. Aztán valamennyire Gobbi Hilda is.
Ferrari Violetta lelkét is érezgettem, ő is közelebb áll hozzám. De azt kell mondani, hogy szinte majdnem mindenki. Nekem van egy olyan gyanúm, hogy én élhettem az 50-es években Budapesten. Az is lehet, hogy te is. Én valószínű, hogy a filmgyárban dolgoztam, mint rendező, és én onnan is ismerem őket. És nem felejtettem el azt, hogy ők kik tulajdonképpen, és hát most úgy beszélek róluk, mint hogyha a pályatársaim lennének, vagy lettek volna. Tehát szerintem ennyiben is talán különlegesebbek azok a felvételek, amiket ugye létrehozok, mert én nem úgy mutatom be őket, hogy mondjuk elolvasom az önéletrajzukat, megtanulom, visszamondom, vagy felolvasom. Mindig fejből beszélek, és mindig az érzéseim alapján. Amit ők mondanának el saját magukról. És milyen érdekes. Igen, és Latinovics is abszolút ilyen. Abszolút ilyen. Tehát én nagyon érzem őt a, hát nem is tudom, hogy hányadik dimenzióban, negyedik, ötödik, hatodik dimenzióban. Ő azt mondta, hogy az ember sokdimenziós. Nem lehet, hogy erre akart utalni? Igen, valószínű, igen. Hogy az ember sokdimenziós, és hogy a szellemiség nem múlik el ugye a halál állapota kapcsán, és lehet, hogy a 3D-ben most itt nincs, és nincs teste konkrétan, amit én sajnálok, de azt viszont nem, hogy szerencsére a 4-ben, az 5-ben, a 6D-ben lehet érezni. És sok esetben a körvonalait is érzem. Az energiáit érzem. De hát ezt te is szoktad, nem? Hát, amikor nagyon gyakran rágondolok, akkor nekem is szinte megjelenik. Olyan, mintha például a hátam mögött lenne, és oda nézek, és nincs ott senki, de mégis olyan érzés, mint a jelenlétét érzem én is. Én látni nem látom. Úgy én sem. Te fogalmaztál, de érzem, hogy mintha lenne ott valaki, és furcsa, nagyon érdekes. Amikor én egy hétig beszéltem róla folyamatosan, minden nap, egy hétig, akkor én is azt éreztem, hogy olyan, mintha előttem állna. És igen, olyan volt, mintha előttem állt volna, mintha amikor az ember a színpadon áll, és előtte van egy súgó, és folyamatosan súg. Vagy nem is folyamatosan, de gyakran. És minthogyha lelkileg mindig mondta volna, hogy, vagy sugalta volna, hogy én mit mondjak. Tehát én azt éreztem, minthogyha ezek a gondolatok nem tőlem jönnének, hanem tőle, és minthogyha a lelke, vagy a lénye ott lenne előttem, és diktálna, hát mintha mondjuk egy gyors és gépíró lennék, és ott állna mellettem a főnököm, és diktálná, hogy most akkor nekem mit kell írni, mondani, stb. Ilyen volt persze, ez egy nagyon csodálatos élmény volt, tehát nem éreztem semmi erőszakosságot, vagy bármit, tehát ez egy nagyon jó élmény volt, de tényleg olyan volt, mintha ott lett volna. De szerintem ezt nagyon kevesen érezhetik ma, nem? Biztos, persze. De ez úgy volt, hogy felkeltél egész nap, és akkor érezted, hogy most vele kell foglalkozni, róla kell beszélni, vagy ez hogy alakult? Hát, ugye mivel mi folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és te jártál a múzeumokba, és küldted a fényképeket, lehet, hogy emiatt is. Tehát lehet, hogy én már igazából ezt úgy letettem volna, sőt, én ezt már le is tettem. Én már nem foglalkoztam vele, én kiléptem ezekből a csoportokból is, a Latinovics csoportokból. Az is lehet, hogy azért találtunk így egymásra, hogy te így valamilyen szempontból visszahozd így az életembe őt, nem? Igen, elképzelhető. És nem tudom, hogy ez hogy jött, nem tudom. Tehát ezeket nem tudom soha megmagyarázni. Nem emlékszem rá, hogy az hogy jött, hogy most akkor egy hétig beszélni fogok róla. Fogalmam sincs. Na, de hát a többi felvétel kapcsán sem tudom soha előre. Igen. Amikor jártál Balatonszemesen, akkor konkrétan amiatt mentél, hogy megnézd a
sírját, a Persze. munkáját, vagy Igen. akkor célirányosan te is. Hát akkor én együtt éltem egy olyan valakivel, akinek volt egy nyaralója csak az északi parton, Keszthely mellett, és mi minden nyáron ugye oda jártunk le autóval ketten, ő is fotós volt, én is, igazából mi együtt dolgoztunk, ő is televíziós volt, és mindig noszogattam, hogy menjünk a déli parton, mert hogy szeretném megnézni a múzeumot. Persze, akkor abszolút miatta mentünk el. És mivel ő is fogékony volt szerencsére, ugye ezekre a dolgokra, ezért megálltunk, és akkor lehet, hogy első alkalommal nem tudtam bemenni, nem emlékszem rá. Azt tudom, hogy kétszer voltunk ott, de nem tudom, hogy pontosan hányszor voltam a múzeumban, egyszer biztos, de lehet, hogy kétszer. Akkor te már abban az új múzeumban, ami átköltözött a Ott nem. másik oldalra, abban nem jártál? Nem, csak a másikban kétszer. Ami az út mellett volt, ez közvetlenül az út mellett volt. Hát én úgy emlékszem. És igen, és akkor bementünk, ez egy nagyon pici kis hely volt, illetve két vagy három szobából állt, kettőből vagy háromból, nem tudom, pici volt, és egy nénike vigyázott ott az erekjékre, egy idősebb néni, ha jól emlékszem, ő volt ott egyedül, olyan mesebeli hely volt, és az egyik fogason, ami ott volt az ajtó mellett, Latinovicsnak két vagy három kabátja ott lógott. Talán kettő. És hát bevallom őszintén, hogy meg kellett fognom a kabátjának az ujját. Meg kellett érintenem. Nem bírtam ki, hogy ne érintsem meg a kabátját. Tehát azt mondtam, hogy én... Azt mondtam, hogy én onnan nem jövök el úgy, hogy ne érintsem meg. Tehát mondom, lehetetlen, hogy ne. Hát mondom, hogyha rám szól a néni, akkor elnézést kérek, de nem vette észre. De hát nem csináltam, tehát nem tettem benne kárt, annyi, hogy megérintettem a kabátját, pont, kész, és akkor megnéztük ugye a kiállított tárgyakat, iratokat, leveleket olvastam, meg fotókat készítettünk, és akkor úgy nagyjából ennyi volt, és akkor szerintem még a következő évben is egyszer elmentünk, igen, kétszer voltam ott. Akkor ezzel nem vagyok egyedül, én is. Ti minden évben elmentek? Már az új múzeumban jártam. Uh-huh. Az valamivel nagyobb szerintem, mint a régi volt. Biztos. Nagyobb helyiségből áll. Igen. Ebben már nem lehet látni a kabátját. Igen. Sajnos. Aha. Viszont helyette ott van az egyik asztala, most már szék is van uh-huh. előtte, és a hinta széke, amit nagyon szeretett, és több fotón is lehet látni. Uh-huh. Főleg a Keleti Éva által készített felvételeken, hogy abban ül, és az látható a mostani új múzeumban, és hasonlóan, mint el, nem tudtam volna úgy eljönni onnan, hogy nincsen meg. Aha. És körbenéztem, hogy van-e kamera, vagy valami, mondom, ha rám is szólnak, hát nekem muszáj megérinteni. Na hát én is így voltam vele. 2009-ben jártam először Balatonszemesen, uh-huh. előtte azt sem tudtam, hogy létezik ilyen nevű falu, aha. a település, hát ugye ő által találtam rá, és 380 kilométer a vasút, Jézusom. Ahol én lakom. Csak oda, és ugye vissza ugyanennyi, és kicsit voltam egyetlen egy nap alatt megtenni, csak amiatt, hogy elmehessek és tiszteletemet tegyem a sírjának. Én imádom a Balatont. Én is nagyon. A kisebb falvakat, településeket is nagyon szeretem, vagy talán azokat még jobban. Balatonalmádit is, az a kedvencem, de szerintem Latinovicsnak is az volt, legalábbis én úgy tudom, hogy szerette Almádit is. Igen, ott is nyaraltak néhányszor. Aha. Ó, de jó neki. Akkor lehet, hogy őt kerestem. De igazából szerintem jó, hogy színész lett, mert így ismertük meg. Hát lehet, hogyha mondjuk kosárlabdázó maradt volna, vagy építész, akkor nem ismerjük meg, nem? Akkor biztos, hogy nem. Hát ez az. Tehát szerintem ez nem véletlen. Én azt érzem, és mindig is azt éreztem, hogy ezek ilyen isteni döntések, tehát hogy lehet, hogy nála is az volt, hogy a felsőbb rendű, vagy énje, vagy az isteni, nem tudom mi voltja, vagy ez a rendszer
Folyamatosan vezette, és az sem véletlen szerintem, hogy Bajor Gizi fölfedezte, mert ugye ő nem akart színész lenni, nem? Tehát ő annyira ezt nem pedzegette. Nem, és ő érettségi után nem is ment rögtön egyetemre, hanem 2 évig fizikai munkából élt. Szerintem ebben van valamilyen, úgymond, ilyen isteni döntés, mert mint olyan az a kapcsolatban, hogy neki mindenképpen ismert emberré kellett válni azért, hogy sok másik embernek tudjon valamit adni ugye a művészetével, tehát neki mindenképpen előadóvá kellett válnia, szerintem. Igen, szerintem is. De egyébként Horváth Terivel kapcsolatban is ezt lehet elmondani, mert ő egy úgymond paraszt lányka volt, és hát a szülei igazából azt szorgalmazták, hogy maradjon ott, a faluban, és akkor legyen egy paraszt asszony, egy feleség, aki ott a földeken dolgozik. Na most, hogyha ő ott marad a földeken, és nem ismeri meg. Hát nem ismertük volna meg, nem fedezzük föl, és mondjuk nem tudott volna segíteni. Talán a korábbi életeinkben is nagyon sokszor együtt élhettünk, és sok mindent átadtunk egymásnak, sok mindenre megtanítottuk a másikat, erre emlékszünk. Átörökítettük ezt a tudást, és most ezt tovább visszük. És most mondok valamit, lehet, hogyha meghalunk, és újra születünk, mondjuk te is... Igen, hogy a következő életünkben is lehet. Igen, lehet, hogyha újra születünk, te is, meg én is, akkor ugyanúgy a Latinovicsról, és a nem tudom én kiről fogunk beszélni, csak mondjuk 2200-ban, vagy 2000 nem tudom én hányban. Jó kérdés, hogy milyen körülmények között, de az is lehet, hogy ez egy ilyen örök dolog. Én nem tudom. Körforgás, úgy értem. Igen. Csak mindig más alakban jelenünk meg. Na most azt kellene kitalálni, hogy mondjuk például te ki voltál az előző életedben, vagy életeidben, mert azt mondtad, hogy te is úgy érzed Pesten magad, minthogyha... Otthon lennék, igen. Érdekes. Igen. Az eszemben, biztos, hogy előző életemben már legalább egy alkalommal éltem Pesten is, és minden az egész dugát ismerhettem. Mert amikor először kerültem fel, kirándulás alkalmával, én vezettem a csapatot, meg a családot, hogy mikor, hova menjünk, szóval úgy ismertem, míg a tenyeremet is, annak ellenére, hogy nem néztem utána előtte, hogy mi merre található, azonnal tudtam, hogy merre kell menni, milyen közlekedési eszközzel, hova jutunk, szóval én magam is megdöbbentem ezen. De szerintem, hogyha mi éltünk Pesten, akkor az 50-es években. Valószínű, hogy a régebben, sokkal régebben, igen. Vagy még igen, vagy még valószínű, hogy a 20-as, 30-as, 40-es években is, nem? Igen. Én azt tudom, hogy amikor a filmgyárban dolgoztam a Mafilmben egy évig, 2005-ben, 2006-ban vágó voltam, úgy jártam a Mafilmbe, mintha hazajártam volna. Tehát... azt éreztem én is, hogy mintha ismerném, minthogyha itt eltöltöttem volna legalább 10-20 évet, és azt tudom, hogy én már gyerekkoromban is azt éreztem saját magamról, hogy én egy filmrendező vagyok, egy nagyon ismert valaki lehettem, és aki nagyon-nagyon tehetséges filmrendező volt, az 50-es években a filmgyárban csak még nem jöttem arra rá, hogy ki. Akkor is ilyen dezavű érzés volt, hogy itt már jártál, itt már éltél, ismerős minden. Hát az enyhe kifejezés, hogy dezavű volt. Hát mondom, olyan volt, mint hogyha haza jártam volna, mint amikor mész haza, már 20 éve. Amikor jártam ki a Mafilmbe, én így jártam oda. Csak ugye az volt a különbség, hogy hát női testben vagyok most, akkor sokkal fiatalabb voltam, plusz, hát annyira nem is ismertek ott el, mivel nem azt a filmrendezőt testesítettem meg, hanem más alakban jelentem meg. Tehát hiába van meg az emberben a tudás, a tehetség, az ismeret és az emlék, az érzés, ha már más alakban jelensz meg, és máshogy mész oda, nem fognak elismerni. Ahogyan igazából annyira engem sem, mert mindig is ezzel a fiatal, dekoratív, női alakkal azonosítottak, mert az is voltam külsőleg, de szellemiségben nem. Uh-huh. Tehát én ezért nem tudom igazából ezt a pályát továbbvinni,
mert én nem olyan alakba születtem most le, amivel ezt meg tudnám valósítani egyrészt, meg hát más oka is van, de hogy az érzés az 3-4-5 éves korom óta ott volt bennem. 5 évesen már levettem a fényképezőgépet a polcról, és azt mondtam, hogy ez vagyok én, mert hogy én egy fotóművész is lehettem. És már akkor tudtam, 5 évesen tudtam, hogy én filmrendező voltam az előző életemben. Na most arról kell beszélni, hogy 5 évesen még nyilván sokkal közelebb voltam az előző életemhez, nem? Így van, meg vannak emlékeim még akkor a gyerekeknek. Hát ez az. Az előző életükről, igen. De ennek utána olvastam, és érdekes téma ez is. Tehát igazából én azt szeretném kideríteni, hogy én konkrétan ki voltam. Mert ha én dolgoztam a filmgyárban, és egy elismert filmrendező voltam, és férfi, akkor előbb-utóbb ki kell, hogy derüljön, hogy ki voltam én. Pláne, hogyha az összes színészt ismerem. Tehát én mindenkit ismerek. Én nem a mostani életemből ismerem őket. Én a Latinovicsot sem a mostani életemből ismerem, hiszen nem is találkoztam vele. Én a korábbi életeimből ismerem őt is, Rutka Évát, Pálos Györgyöt, Horváth Erit, mindenkit, Gábor Miklost. Hát olyan, mintha velük éltem volna. Tehát valószínű, hogy velük is éltem annak idején, csak ugye meghaltam, majd visszaszülettem ebbe a testbe, de az emlékek nem törlődtek. Pontosan. Hát ez az. Kideríteni, hogy ki is lehettünk előző életünkben. Hát ez az. Én is kíváncsi lennék, ha nekem nincsenek ilyen emlékeim gyerekkoromból, de én is kíváncsi lennék, ki voltam, hol éltem, mit csináltam. Szerintem te nő voltál, szerintem te az előző életedben is nő voltál, én biztos, hogy nem. Tehát én biztos, hogy férfi voltam, mert ahogyan mondtam, én ezt már kicsi korom óta érzem. Néhány éves korom óta. Szerintem te egy nő voltál, és Pesten élhettél. Azt nem mondom, hogy díva voltál, de közel voltál hozzá, és megmondom őszintén, hogy én látlak is most. Egy kalapban, egy nagyobb kalapban sétálsz. Igen, szeretem a kalapokat. Most egy ilyen alak jelent meg előttem. Azt nem tudom, hogy színésznő voltál-e vagy sem, szerintem nem, de valahol, vagy valahogyan a színház körül dolgozhattál. Nem színésznő voltál, mert azt nem érzem, nem így látlak. Az a lényeg, hogy ilyen körökbe jártál. És nagyon-nagyon őszinte leszek, én most látlak. Olyan típusú nő voltál, mint amilyen nőket felvonultattak a Szimbád című filmben. Sejtem, hogy mire gondolsz. És olyan ruhában is voltál, olyan kalapokban. Olyan fodrosabb ruhákban, olyan csinosabb, fodrosabb ruhákban, és ez az a kor, amit a Szimbádban fölvonultattak. Na, olyasmi voltál. Ez jelent most meg előttem, de ezt még soha büdös életben nem éreztem az elmúlt 8 év alatt. Nem. Ezt most éreztem meg, most láttam, most látom ezt a képet, és azt látom, hogy így mész így előttem, mármint így a lelki szemeim előtt, kalap van a fejeden, és akkor csak így mész, és valahova mész, nem tudom, hogy hova, lehet, hogy pont egy színházba, lehet, hogy valakivel találkozol, mondjuk lehet, hogy Gábor Miklossal, nem tudom. De elképesztő. Egyébként, hogyha most választani lehetne, és mindenki még élne, és mindenki szabad lenne, akkor te kivel élnél szívesen? Közüllük. A régi színészek. Aha. Tehát mindenképpen Latinovicsa. Igen, én is. Igen. Akkor verekedjünk meg Latinovicsért. És Gábor Miklós nem? Nem annyira volt, nem. Engem sem. Néhány filmjét, az ő filmek közül is láttam néhányat, de nem igazán fogott meg. Maga a film sem, meg az ő színészete sem. De azt elismered, hogy egy nagyon jó vágású, szép, fiatal férfi volt, ugye? Tehát... Persze, ő is, igen. Igen. Én is így vagyok vele, tehát engem sem vonzott annyira, viszont mondjuk engem Pálos György nagyon megérintett. Hát akkor sokkal jobban, mint Latinovics, illetve nem tudom, lehet, hogy nem tudtam volna választani, de most mondok valamit. Rutka Éva azt mondta, hogy ő Pálos Györgyel szeretett a legjobban játszani a színpadokon. Igen, sok
színházi felvételt láttam, ahol közösen szerepelnek. Filmben szerepeltek együtt még hozzá az Idegen utcában című tévéjáték kapcsán, tévéfilmben. És ott viszont házastársakat alakítottak. Na most ott volt egy olyan jelenet, amikor én azt vettem észre, és elnézést kérek mindenkitől, de bizony szerintem köztük is, azt nem mondom, hogy volt köztük valami fizikálisan, de hogy lelkileg valami megfogalmazódott, az biztos. Működött a kémia. Hát valami működött köztük, mert szerintem ott sokszor náluk meginghatott a léc, de hát ugye Pálos György is házas volt, ugye Olti Magda színésznő és rendező volt a felesége, és hát akkor Rutkai pedig Gábor Miklósnak volt a felesége. Szerintem azt a jelenetet érdemes megnézni, plusz ha megnézzük azokat a fotókat, amiken ők együtt látszanak, szerepeltek ugye a színpadi darabok kapcsán, ott is nagyon lehet látni szerintem. Tehát lehet, hogy akár ők is alkothattak volna így egy párt. Talán. Nem tudom. És nem tudom, nekem hasonló kaliberű a Pálos György, mint a Gábor Miklós. Igen, de Pálos Györgyöt Latinovicshoz is hasonlították egyébként. Nem tudom. Nekem annyira nem, de állítólag, akik ugye látták Pálos Györgyöt annak idején, amikor még élt, akkor azt mondták, hogy egy picit olyan kaliberű volt, mint Latinovics, ugyanakkor Sós Imréhez is hasonlították, amit én egyáltalán nem vettem észre. Nem, én sem. Szerintem nem, de lehet, hogy arra gondoltak, hogy hasonlóan őstehetségnek számított, ami viszont meg igaz. Szerintem Rutkai Évának ilyen szempontból nagyon, de nagyon-nagyon nehéz helyzete lehetett, mert olyan férfiak vették körül, hogy hát szerintem én is bajban lettem volna. Jó ízlése volt, mondhatjuk. Igen, bár nem tudom, hogy engem Gábor Miklós megérintette volna a képen, szerintem nem, de Latinovics és Pálos György igen, és azt kell mondani, hogy én nem tudtam volna köztük választani. Mert Latinovics is nagyon-nagyon vonz, és őt is nagyon szeretem, viszont Pálos György, hát ő meg egy olyan egyedi, olyan különleges karakter volt, hogy az valami őrület. Szóval... Ő nem igazán volt olyan ismertelen, felkapott úgymond, mint nem. Latinovics. Nem. Nem nagyon hallani róla. Hát nem, de volt olyan színész, mint Latinovics. Tehát tehetségben és mindenhogyan. Nézd majd meg, tehát hogyha lesz időd, vagy majd esetleg küldök filmeket, nézd meg, hogy úramisten, szóval nagyon kemény volt. Pálos György, fú, hát le a kalappal, és olyan mélység volt benne, megmerem azt kockáztatni, hogy sokkal mélyebb volt, mint Latinovics. Elhiszem. Nagyon ősi volt, nagyon ősi, nagyon mély. Fú, elképesztő tehát. Az Elveszett Paradicsomban is szerintem nagyon jó volt. Azt sem láttam még. Igen, amiben ugye Páger Antallal játszott főszerepet és Törőcsik Marival, bár nekem mondjuk Törőcsik Mari annyira ebben a filmben nem tetszett, de Pálos György nagyon jó volt szerintem, és az Idegen utcában című film is. Illetve az egy tévéfilm, mert szerintem azt az Audrey színpadon vették föl. Csak úgy, hogy nem volt közönség. És nem igazán látszik az, hogy színpadon játszódik ez a film vagy történet, de én arra következtettem, hogy igen, az Audrey színpadon vehették föl, csak nem volt közönség, tehát nem egy színházi közvetítés volt, hanem kifejezetten gondolom, hogy a forgatás vagy a felvétel kapcsán játszották el ezt a történetet. Igen, és ez egy fekete-fehér alkotás. Úgyhogy érdemes azt megnézni, és kifejezetten Pálos Györgyre figyelni, ugyanakkor Rutkaira és a kettejük jelenetére, amikor arról beszélnek, vagy azon vitatkoznak, hogy menjenek, vagy maradjanak, és hogy ki hol folytassa tovább az életét. Én nagyon sok új filmet fedezek föl, mármint régi új filmeket. Igen, értem, mire gondolsz. Tehát olyanokat, amikkel eddig nem találkoztam, pedig ugye 30 éve kutatom ezt a területet, és elképesztő, hogy mennyi film volt. Hogyha meg kellene satszolni,
hogy hány magyar filmet, tévéfilmet, játékfilmet, dokumentumfilmet forgattak, akkor te mit tippelnél, hogy körülbelül mennyi lehet szerinted? Úgy hány év alatt? Hát úgy összvisz. Több ezer, az biztos, nem tudom. Szembesülök olyan filmekkel, alkotásokkal, amiről még nem is hallottam, nem is tudtam, hogy készültek, és nagyon sok jó igen. film vagy tévéjáték van, amit igen. szerencsére megtalálható ugye különböző fórumokon, vagy a tévéjegyőket nagy ritkán, sajnos nem nagyon szoktak ilyen régi filmeket vetíteni. Igen. Az interneten azért felelhető jó pár. Igen, igen, szerencsére én is így vagyok vele, hogy találok ilyen alkotásokat, különben szerintem ezt a mai világot nem is bírnám elviselni, nekem az a gyanúm. Sőt, biztos, hogy nem. Egyáltalán nem. De hát ez mondjuk már régen is így volt, csak azért régen még fel lehetett lelni értékesebb alkotásokat, ma meg nagyon ritkán. Kevésbé. Sajnos, igen. Tehát arról kell beszélni, hogy több ezer magyar film biztos, hogy született, az is lehet, hogy 10 000 filmről is beszélhetünk, nem tudom. Viszont az is jó kérdés, hogy valaha, valamikor meg lehetne számolni, hogy pontosan, vagy hozzávetőlegesen hány film született. Én egyszer már ezt elkezdtem, megpróbáltam, de rájöttem, hogy lehetetlen. Nem lehet egyszerű. Ez olyan, mint hogyha meg akarnád azt számolni, hogy hány csillag van az égen. Igen, körülbelül hasonló. De egyébként most mondok valamit számomra, ezek a magyar filmek is ezt jelentik. Mintha a csillagokat néznék az égen. Így van. Ugye? Tehát annyira csodálatosak, annyira fantasztikusak, és annyira fényesek, és annyira nagy volumenűek, hogy, hogy tényleg olyan, mintha az ember egy ilyen csillagos égboltot nézne. Ez még igazi csillagok voltak a szószoros értelmében. Hát igen, 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 igen. Én nem mondom azt, hogy... hogy ma nincsenek tehetséges alkotók, vannak, csak teljesen más a mentalitásuk. Tehát szerintem az, hogy régen ilyen nagyon sok tehetség került elő, az annak is tudható, hogy teljesen más korszakokat éltek át, és hogy talán alázatosabbak voltak, mint a mai fiatalok, de nem merem ezt így 100%-osan kijelenteni, mert nem szeretnék senkit megbántani, de... Hát tisztelet a kivételnek, igen, de hát régen azért teljesen más korszakokat, időszakokat kellett átélniük a fiataloknak, vagy akár az idősebbeknek. Most, hogyha azt vesszük, nem tudom, hogy te a népi kollégistákat mennyire figyelted, vagy vizsgálgattad, nem? Nem. Tehát ugye Gobbi Hilda annak idején felkarolta a fiatal tehetségeket, és a Nékosz mozgalom jegyében megalapította a Horváth Árpád színész kollégiumot. Mert akkor az akkori fiatalok nem nagyon tudtak sem elhelyezkedni, sem hol lakni, és még ennivalóra sem nagyon futotta. És akkor ő rendbehozatott egy épületet, ami a Városligeti fasorban van, vagy volt, a Gorki fasorban, és akkor abba a kollégiumba mehettek azok a fiatalok, akik elkezdhették a pályafutásukat az akadémián. Tehát ilyen volt például, ugye Horváth Teri, Szirtes Ádám, aztán Jancsó Miklós filmrendező, akkor Gera Zoltán, Váradi Hédi, tehát nagyon-nagyon sok olyan színész került ki onnan, akik nagyon ismertek lettek, és hát nagyon tehetségesek voltak. Na most, hogyha Gobbi Hilda nem hozza létre ezt a kollégiumot, vagy ezt a, hát igen, ezt az alapítványt, akkor ők ugye a falvakból, ja, hát és Sós Imrét kihagytuk, mert ő is az volt, népi kollégista, tehát akkor ő nekik esélyük... Hát igen, és esélyük se lett volna arra, hogy ők mondjuk Pestre kerüljenek, és hát akkor biztos, hogy ott maradtak volna a faluban, vagy a falvakban,
és nem ismertük volna meg őket. Igen. Jó. Tehát igen, tehát ezért mondtam azt, hogy annak idején nagyon sok olyan kezdeményezés volt, ami összefogta a fiatalokat, a tehetséges fiatalokat, és hát nem csak a színművészet kapcsán, de mivel most mi ugye erről beszélünk, ezért ezt a területet említettem meg. És hát a népi kollégisták közül nagyon-nagyon sok olyan fiatal került ki, aki aztán nagyon nagy sztárrá vált. Tehát ezért mondtam azt, hogy érdemes ezt a mozgalmat is kutatni, vagy az ő életüket, hogy honnan indultak, hogy milyen szegény körből származtak, hogy sokszor alig volt mit enniük, például hideg... Ez is érdekes téma. Igen, hideg vízbe zuhanyoztak, Gobbi Hilda koldulta össze az ágyakat, a matracokat, a ruhákat. Tehát amikor elkezdték ezt az egészet, akkor még ablakok sem voltak a kollégiumon, tehát úgy aludtak bent. De ugye hát a Horváth Teri is arról mesélt, hogy nem ez számított. Az számított, hogy mit akartak elérni. Hogy ők színészek akartak lenni, valamit akartak adni, és szerintem a szolgálatkészség, mint olyan bennük még megvolt. Nem tudom, hogy a mai fiatalokban megvan-e még, szerintem nem. Olyan szinten biztos nem, mint akkoriban. Olyan szinten nem, szerintem sem. Tehát igen, arról kell beszélni, hogy bennük volt egyfajta szolgálatkészség. Én azt látom, hogy ma inkább egyfajta ilyen magamutogatási vágy van. Igen, az alázat az már kiveszett. Szerintem az nem nagyon van, de tegyük hozzá mindig, hogy tisztelet a kivételnek, mert én nem mondom, hogy ma nincs ilyen fiatal, biztos, hogy van, csak szerintem sokkal kevesebben. De lehet, hogy azért, mert a mai fiatalok közül, vagy a mai fiatal színészeknek nem kell megtapasztalni azt, hogy milyen az, amikor nincs mit enniük, nem hideg vízbe zuhanyoznak, bár ki tudja, nem tudom. De hát nem gondolom. Hogy nagyon a mai világban ilyen esetek előfordulnak, mondjuk a pesti fiatalabb... Nem valószínű, igen. Nem valószínű. Nem mint annak idején. Pesti fiatalok között, nem tudom. Mindegy, nem is ez a lényeg, mert hát vidéken is nagyon sok fiatal van, és a vidéki műfázakban, vagy színházakban is vannak nyilván alkotók. Én nagyon sok ilyen helyen forgattam, és igen, láttam nagyon tehetséges fiatalokat, akik valószínű, hogy elvesztek azóta, mert nem karolták fel őket. Hát én ezt igazából a saját példámon is tudom. Tehát én 30 éve alkotok, vagy több, mint dehogy is 30 éve, 30 hány éve, 6 éves korom óta, régóta, nem tudom most kiszámolni, 36-37 éve. És én sem azt vettem észre ez alatt az idő alatt, hogy olyan hú, de nagyon sok mentor lett volna, vagy olyan ember, akire lehetett volna támaszkodni, vagy aki segített volna akár a szakmában, vagy elhelyezkedni, vagy különböző munkákhoz jutni. Én azt látom, hogy az irítség az ma nagyon nagy, a féltékenység, és igazából az emberek nem nagyon kíváncsiak egymásra, nem? Így van. Tehát szerintem a mai világban sokkal nehezebb ilyen szempontból. Annál helyett, hogy segítenék egymást, az emberek inkább ellenségeskednek. Tehát én ezért sem gondolom azt, hogy mondjuk Latinovicsék kibírták volna a mai korszakot. Biztos, hogy nem. 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 És akkor ott van Horváth Teri, aki Kossuth Díjas színésznő lett, egy faluból származik. Igen, és ő az utolsó 20-30 évében már nem is igazán kapott szerepet. Na de ez melyik korszak volt? Ő ugye 2009-ben távozott, testileg, ugye, csak. Tehát ő megérte az ezredfordulót. Tehát ő tudta azt, hogy ez a korszak már milyen, és ő is ugyanezt tapasztalta. És magára zárt az ajtót, nem beszélt, nem nyilatkozott, elbújt, vagy hát mondjuk azt, hogy már nem akart a nyilvánosság előtt ugye szerepelni, mert ő is rájött arra, hogy milyen világ lett. Tehát ő is átélte azt, amit mi, csak azt kell mondani, hogy 2009 óta szerintem még rosszabb lett minden, nem? Még rosszabb. Folyamatosan. Tehát 2009-ben azt mondom, hogy
Még azért el lehetett lenni valahogy, már akkor sem volt túl rózsás a helyzet, na de azóta, hát azóta ezerszer rosszabb minden. És akkor jó kérdés, hogy mondjuk mi lesz 2030-ban például. Nem sokára itt van, de szerintem folyamatosan romlik minden, az életszínvonal. Igen. Hát igen, és jó kérdés, hogy mondjuk 2030-ban még kik fognak emlékezni ezekre a színészekre? Egyre kevesebben sajnos. Hát reméljük, hogy általunk igen. Mert nagyon sok érdektelen ember van. Igen, én is ezt látom egyre inkább. Tehát az elmúlt pár év alatt is nagyon sokat romlott a helyzet. Az elmúlt egy-két év alatt is nagyon sokat. És én sokszor nagyon félek úgymond a jövőtől, ebből a szempontból is, mert hát nem lehet tudni, hogy mi lesz. Nem lehet tudni, hogy mi lesz. A bizonytalanság az úr most. Igen. Tehát igazából én azt gondolom... minden a pénz körül forog. Hát igen. Én azt gondolom, hogy nekik akkor kellett élniük, amikor. És mindenképpen ismert emberekké kellett válniuk, különben nem tudnának most nekünk segíteni, pláne nekem. Én azt tudom, hogyha nem lenne magyar filmművészet, és ők nem fogalmazódnának meg eképpen, nem láthatnám őket, akkor én már nem vagyok. Én már nem bírtam volna ezt ki. Tehát én biztos vagyok abban, hogy ők valamilyen szempontból megmentették az életünket, és folyamatosan mentik. Lehet, hogy nem fizikálisan, de így igen. Hát remélem, hogy ezzel te is egyet értesz. Pontosan. Igen. Én is érzem, és tapasztalom is. Tehát én ezért mondom azt, hogy mindenképpen érdemes velük foglalkozni, mert ők a jelenkorban is nagyon sok mindent adnak, áramoltatnak, súgnak, folyamatosan itt vannak. Tehát nem szabad őket elfelejteni, mert ők nagyon értékesek, és fent kell tartani szerintem minden áron az ő lényüket. Hát valahogyan így, és talán később majd olyan filmek által, amelyeket remélem, hogy majd létre tudunk hozni. Szerinted mennyire fontos az, hogy egy színész, vagy akár egy rendező intellektuálisan is felkészült legyen, hogy mondjuk több diplomával, vagy legalább egy diplomával rendelkezzen, vagy elég az, amit mondjuk a színházi élet során megtanultak? Szerintem egyáltalán nem fontos a papír. Hát de nem a papírra gondolok, hanem mondjuk a főiskolai tanulmányra. Hát nyilván, hogy azért a főiskolán is nagyon sok mindent megtanultak és elsajátítottak. Vagy például az, hogy ki mennyire olvasott. Tehát, hogy ki mennyire tájékozott, vagy hány könyvet olvasott el, vagy mennyi szerzőt ismer, stb. Azért ez gondolom, hogy ezért ez egy feltétel, nem? Én ezt azon veszem észre, hogy rengeteg portrét láttam. Azt nem mondom, hogy szinte már majdnem minden színésszel, de nagyon-nagyon sok színművésszel láttam különböző portrékat, beszélgetéseket, és vannak olyan színészek, akik noha nagyon nagy sztárok voltak, nagyon elismertek, és rendkívül jó alkotók, de életben nem tudtak beszélni. Nem tudtak fogalmazni. Például ott volt Ferrari Violetta. Nem szeretném őt megbántani, nagyon szeretem őt, de élőben ő nem igazán tudott fogalmazni, és majdnem mindegyik szava, illetve majdnem mindegy második szava az volt, hogy izé. Azt a mindenit. Nézd majd meg. Nem is gondoltam volna. Tehát vannak olyan színészek, hát, akik... Megtanulta. Hát ez az, hát ezt mondom. Nem volt szókincse. Hát ezt mondom, hogy nem mindegy, hogy élőben ki hogyan beszél, ki hogyan tudja kifejezni magát, hogyan fogalmaznak, és én azt vettem észre, hogy bizony nagyon sok elismert színművésszel kapcsolatban lehetett azt látni, vagy érzékelni, hogy nem igazán tudtak élőben olyan nagyon-nagyon
szépen kereken fogalmazni, vagy beszélni. Nem mondom azt, hogy ez mindenkire jellemző volt, de találkoztam. Ilyenekkel, és például ott volt Váradi Hédi, hát ott meg kell hallgatni. Olyan választékosan beszélt, soha nem bakizott, és nagyon gyönyörűen fogalmazott, gördülékenyen. Szerintem Horváth Teri is ilyen volt. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen fajta intellektualitásnak is meg kell lennie, nem? Persze, az alap szerintem. Mert nem mindegy, hogyha mondjuk valaki lejön a színpadról, akkor milyen. Tehát igen, mert betanult szöveget el lehet mondani jól vagy rosszul, de hogy élőben az ember hogyan beszél, hogyan kommunikál, hát vannak, akik nagyon nem is tudtak beszélni. Sőt, volt olyan, aki azt sem tudta megmondani, hogy hogyan lett színész. Komolyan. Nem tudta. Tehát oda került, betették, odarakták, pénz kellett, elmentek statisztálni, ez az, és akkor egyszer csak ott maradtak, és pont. Tehát nem tudatosan készültek erre az egészre. Ez nagyon furcsa, és mégis nagyon nagy sztárok lettek. Ez hogy lehet? Érdekes. És akkor vannak olyanok, akik meg tudatosan készülnek rá, és az egész életüket beleteszik, és tanulnak, és állandóan ebben az egészben benne élnek, mozognak, és mégsem lesznek olyan Nem. Vagy nem veszik őket föl. Vagy csak tizedjére. Jó, mondjuk ilyen nincsen. Ötödjére. De nem tudom, tehát akit ötödjére vesznek föl, szerinted ő tehetséges? Tehát szerintem, hogyha valaki... Hatás mindenképpen van. Hát van. De lehet, hogyha valaki tehetséges, akkor azt azonnal észre kellene venni, nem? Hát attól is. Hát igen, attól is függ. Csak nekem ez olyan fura. Tehát, hogyha valakit már csak ötödjére vesznek föl, hát akkor ott szerintem valami már nagyon sántít, nem? Nem tudom. Igen. Nekem ez az érzésem. De... Már én erőltetettnek számít. Igen, nekem is olyan erőltetett. Akár mennyire. Aha. Való vagyok erre a pályára, de akkor is már pedig be fogok kerülni. És ez már szerintem nem olyan jó. Szerintem sem. Viszont arról kell beszélni, hogy annak idején nagyon sok fiatalt úgy vettek föl az akadémiára, hogy két mondatot mondtak el. Több ilyen beszélgetést láttam, hallottam. És abból mit lehet beszélni? Hát ez az, ez az. Vagy egy mozdulatból. Én azt gondolom, vagy hát én úgy emlékszem, hogy például Sós Imre, talán nem is szólalt meg. El kellett neki játszani egy jelenetet, és abból meglátták azt, hogy ő mekkora őstehetség. Vagy ott volt Horváth Teri. Tehát nekik is valamilyen nagyon érdekes jelenetet kellett eljátszani, hogy ott a földeken dolgozgatnak, és akkor így látták meg, hogy ők... Jó, lehet, hogy elmondtak egy-egy verset is, de valakit úgy vettek föl, hogy elkezdte mondani a verset, és a második vagy a harmadik mondat után azt mondták, hogy köszönjük, rendben van, föl van véve. Ezt pontosan most olvastam a Kárpát-Ferenc könyvében. Szó szerint ugyanez, két szót elmondott egy versből, és leintették, hogy rendben van, felvéve. Hát de, ezt nem értem. Igen, meglepődtem. És akkor vannak olyanok, akik 6 éve beszélnek folyamatosan, vagy 10 éve, és próbálnak nagyon sok mindent átadni, mégsem fedezik fel őket, de szerintem nagyon nem mindegy, hogy melyik korszakról beszélünk. Tehát ez az, amit mondtam. Talán a kisugárzás lehet az oka. Az is lehet, de én azt gondolom, hogyha mi most abban a korban élnénk, teljesen más dolgokkal foglalkozhatnánk, és lehet, hogy én egy filmrendező lennék, te pedig egy elismert színésznő, nem tudom, de hogy sokkal-sokkal korábban úgymond felfedeztek volna, vagy kaptunk volna lehetőséget, az 1000%. Mert akkor kifejezetten keresték a tehetséges embereket. Pestről
nagyon-nagyon sokan és sokszor elmentek vidékre, falvakba, tanyákra, hogy megtalálják azokat az embereket, fiatalokat vagy gyerekeket, akik tehetségesek, és konkrétan úgymond fölvigyék őket Pestre. Hát keresték őket tudatosan, tudatosan. És az az érdekes, hogy a paraszti sorból vagy sorsból mennyi tehetséges gyerek, fiatal került ki. Hát a horvát Teri is földeken dolgozott. Jó, lehet, hogy az ottani falusi kis társulatban tevékenykedett, és ezt ugye megtudták, és ez alapján le lehetett azt mérni, hogy mondjuk milyen a színpadokon, de hát ez nem mindenkivel volt így. Sós Imrével kapcsolatban ez nem így volt. Őt senki nem látta annak idején szerepelni. Tehát ő felkerült a falujából, és bekopogtatott, bement a felvételire, eljátszott egy jelenetet, és azt mondták, hogy maga egy olyan őstehetség, hogy az valami őrület. És azonnal fölvették őket, azonnal. Tolnai Klári konkrétan alig tudott elolvasni néhány sort egy-egy könyvből. Igen. Tájszólással beszélt. És állandóan kinevették. És alig bírt megmukkanni, de fölfedezték, és kapott esélyt. Ez a lényeg. Tehát nem mindegy, hogy kapsz-e esélyt, lehetőséget, vagy nem. Mert ha nem kapsz, akkor nem tudod megmutatni, hogy mi van benned. Nem? Persze, ma is sokan látnak így, akik úgy el vannak bújva, úgymond a világ elől, és nem ismeri őket senki. Holott lehet, hogy... Igen. Bennük is szunja a tehetség, sőt. Persze, hát ezt mondom, na de ma nem is mennek. Lehetőség, hogy igen. Felfedezzék őket. Igen, és hát ma nem mennek el vidékre, és nem keresik tudatosan azokat a fiatalokat, akik tehetségesek. Tehát én abban látom a különbséget, hogy régen sokkal több esély volt, és régen valóban a tehetséges embereket keresték, ma nem. Ma azokat keresik, akik által hasznot húzhatnak, akikből profitálhatnak, és akikből celebeket kovácsolhatnak, míg régen ilyen jelenség nem volt, mert nem volt sem bulvár, és nem voltak celebek, mert szerintem régen egyetlen egy celeb sem volt, nem? Tehát én nem tudok ilyet mondani. És azt hozták ki belőlük, ami valóban bennük volt, a tehetséget, a tudást. Tehát ez egy sokkal zseniálisabb korszak volt. Tehát, hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy most visszamehetnék az 50-es évekbe, már azonnal költöznék és mennék, és a filmgyárban dolgoznék velük. És akkor szeretném megállítani az idő kerekét, és azt mondani, hogy örökké legyen így. És örökké csak velük szeretnék lenni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy soha nem hagynám el őket, mint ahogyan az elmúlt 30-35 év alatt sem hagytam el őket, és velük foglalkozom, attól függetlenül, hogy tudjuk azt, hogy nem ebből fogunk magunknak villát venni, sem kanalat, nem ebből építek magamnak filmes stúdiót, de még az is lehet, hogy egyszer ez bekövetkezik. Sokféle téma érdekel így a világban, de valahogy mindig visszatérek ehhez a dologhoz. Igen, szerintem nem véletlenül, gondolom, hogy ezért is születtünk vissza, hogy beszéljünk és meséljünk róluk. Köszönöm a beszélgetést, most már tényleg 2 órán keresztül én is köszönöm a lehetőséget. Emlékeztünk, és akkor remélem, hogy ma este ezt meg tudjuk hallgatni, hát ha nem is több százan, vagy több ezren, de néhányan talán igen.